ennek a mélyén is olyan tartalmak vannak, amelyek más médiumban egyáltalán nem léteznek. Önmagában nem marad ez el akármilyen más animációs stílustól. Teljesen, hogy ez a YouTube short formátumra van szabva, egyedül a képarány nem stimmel. Két Volt már egyébként. Két, perc, két rövid film, és, és, és tehát ez tényleg egy tehát ez egy egész estés magotos inkább film. Két, két percben, percben, pontosan, igen. Egy, egy videóklip illusztrációként. De jó a zene, jó néz ki, Az igen, a ismerem, a... tudom, mire váltok a tehát Ez a Makoto Shinkai iparos tehát hogy... De pontosan, pontosan. Jó munkás ember, így megcsinálta a melót, Tudom, hogy reklámnak pont ennyit akart belerakni. A IMDB triviaként ott van, hogy eredetileg a Shinkai egy leszbikus kapcsolatot akart, hogy valószínűleg azért, hogy a srác lányá változik, vagy nem tudom, valami ilyesmi. De hogy jó, ezt hát a... Hát hogy... sose látom. De ezt a producerek túl kockázatosnak gondolták, ugye, hogy a konzervatív japán társadalomnak egy ilyen történetet belerakni, és akkor tehát mi a. Tehát egy, ez annyira szép szerintem, hogy a japán társadalom előbb elfogadja, hogyha valakinek egy székkel van kapcsolata, mint sem egy azonos nevűvel. Én én azt figyeltem meg, hogy a Sinkai Makoto életmű az a, az a ezeknek a pátoszos, szerelmi be nem teljesült és be nem teljesülhető halára ítélt szerelmi történetek kifejtésének a, a, a csúcsajáratása, aztán pedig az elinflálása szépen fokozatosan. Sok szeretettel üdvözlök mindenkit, ez itt a Filmnéző Podcast, ezúttal már 164. alkalommal. A szokásos csapatból itt van velem Gergő. Sziasztok! És egy klasszikus visszatérő vendégünk, Black Sheep. Sziasztok! És én, Lehel. És hogyha Black Sheep hangját halljátok a Filmnéző Podcastbe, akkor az csak egyet jelenthet, hogy animékről beszélünk. Woohoo! Uh -huh. És ugye ennek az apropója, hogy ismét animékről beszélünk, az hogy áprilisban volt egy mozi premier, ami egy japán animációs film volt, és eljött a magyar mozikba. Ami, ami Hát, ami igen, egyrészt igen, <laughs> Ezt tehát, mi száz, száz százalékban a mi érdemünk, ugyanis aki emlékszik <laughs> még az utolsó, <laughs> hát igen. <laughs> az utolsó animés kibeszélünkre, ahol ugye buzdítottunk mindenkit, hogy nézze meg moziban a belt, amit akkor játszottak ugye a magyar mozik, mert, hogyha minél többen megnézzük, akkor látják, hogy erre van kereset, és amikor megjelenik majd Makoto shinkai Sinkájnak a legújabb egész estés filmje, akkor azt majd biztos be fogják hozni a moziba, és nem. Első film, amit makotó Sinkájtól, amit teljes körű moziforgalmazás kapott Magyarországon. Úgyhogy köszönjük mindenkinek, meg a forgalmazóknak is, és ez egy nagyon jó irány, amit tessék, csak szépen folytatni. És. Én... Én... Igen. Egyben ez az első Makoto Sinkály film, ami mozikba került. Ugye a Bell az már nem tudom, hanyadik hosszoda volt, úgyhogy ez egy tök, igen, jó, igen. tök jó, hogy akkor most már még egy rendező van, akinek talán láthatjuk moziba is a filmjeit. Igen, igen és egyébként igen. hozzá még egy viszonylag pozitív dolog, hogy a Belt a nyitó hét végén összesen 1800 fő nézte meg moziba. Ami ez ez nem... ezek mi voltunk fejenként 900-szor szerint. Igen, és... Ö... A tsuzudome viszont az több mint 5000 ezeren. Igen, Tehát, az, az egy nagyon jól ment, azt én is, hát nagyon jól, szóval jó, Nagyon jól ment. Igen, a saját kategóriáján Igen. belül, ahhoz képest, hogy ugye, hogy ez egy japán animációs film, ami csak feliratosan volt vetítve, ahhoz képest kifejezetten jól ment, de ugye például én a haverommal hétfesten néztük a Lurdi moziban, és ő, ő meg én volt, ültem a moziteremben rajtunk ki, senki más. Olyan én elég sok elég sok 12-13 éves fiatal lány között ültem. És sírtál. Így 30 pluszos fejjel egy kicsit fura volt ott így <laughs> körülnézni, de ja, egyébként sokan voltak. Azt meg, meg és is lepődtem, hogy milyen sokan voltak. És akkor Black Sheep annyi lenne a kérdés, hogy egyrészt ugye azt akkor megoszthatnád itt is a hallgatókkal, hogy egyébként hogy ehhez a filmhez ö, történt fel, de azért viszonylag nagy dolog, és a másik, Igen. ugye, hogy mondtad nekem, hogy nem játsszák ott Kecskeméten és a környéken a filmet, és akkor végül hogy sikerült megnézned? hát ez úgy volt, hogy öm, ugye ti már, hát már beszéltük is adás után, meg öm, már, már jó, jó pár héttel, hónappal korábban írtál le, hogy akkor ha, ha lesz ez igen. a film, akkor... akkor Megláttam, hogy bemutatják. Igen, hogy akkor legyen róla kibeszélő. Én írtam, hogy rendben van, természetesen öm, én jövök szívesen, csak nem vetítik ezt a filmet. Öm, nem, ezt akkor írtad, amikor már műsorom volt. Aha. De ugye a közel távol egyébként azóta se vetítették, öm, és aztán Hát, én úgy voltam vele, hogy akkor ez. Ez így sajnos bukó lesz, és egyébként rohadtul sajnáltam, mert én tényleg nagyon meg akartam nézni. Én nem én... hagytam azért hogy pénzt adj nekik. Igen, pontosan. Ö, és aztán aztán írta Szöllőskei Gábor ugye a voxnak a, a főszerkesztő helyettese, akit szerintem mindannyian ismertek, ha más nem akkor a filmbarátokból, hogy ö, nem -e lenne nekem, kedvem, esetleg a voxba megírni a Suzume kritikát. Én meg így. mi van? Really? Én? Ki vagyok én? Tehát egy utolsó senkiházi hülye podcaster érted, egy... na mindegy, és így teljesen le voltam döbbenve, nyilván hát mondtam természetesen, akkor, akkor elkezdünk keresgélni mozikat, ahol játszhatják ezt a filmet, és hát nem igazán jártam sikerrel, az se segített, hogy ugye határidőre ment a dolog nyilván, hiszen nekik ugye nyomdába adás előtt meg kell, hogy érkezzen a, a kritika, és hát úgy döntöttünk, hogy akkor, hát ugye, és igen, hát ugye a sztorihoz hozzátartozik, hogy most én elmehettem volna az ország másik felére megnézni, csak hát ezért egy kisbabával ez kicsit kicseszés lett volna azért most egy hétvégi napot erre rááldozni, mert azért akkor elmegy az egész nap, és hétvégente te tudok úgymond a családommal együtt lenni teljes körülön. És aztán végül is az lett a megoldás, hogy elmentünk Pestre, és összekötöttük egy plázázással, és vittük a vittük a kicsit is, jött Black meg Sogornőm eljött, és ők, ők plázázgattak egyet a West amíg én megnéztem ott a Cinema City-ben, és aztán, aztán ez volt vasárnap, és hétfőn írtam meg a kritikát, és küldtem el. Tehát igazából ez, ezt így most összekötöttük a kellemest a hasznossal tulajdonképpen, úgyhogy így történt. Igazából ennyi maga a kritika, pedig azóta megjelent, én láttam is már, és nagyon le Hát meg, meg voltam hatódva, azért ez egy hatalmas dolog. Tehát én, én, én tényleg nem győztem állálkodni a, a Gábornak, hogy, hogy ezt így úgymond megengedte, meg lehetőséget adott erre, azért ez ez, ez tényleg, tényleg egy, egy óriási, óriási élmény volt meg. ezt. gratulálunk a, a hallgatók is, mert Én. nekik itt nincs szavuk, de fülük az inkább. Úgyhogy, ez hát meg élő hogy, szóval a kitart, meg... kitartó munka meghozza a gyümölcsét, mert igen, azért igen. A, szem, volt ez az a videó, ahol bemutattad, hogy mennyi Vox újságod van. Tehát... Ó, rengeteg, rengeteg. Hát 2001 óta megvan az összes ami igen, sok. <laughs> úgyhogy, úgyhogy uh, hatalmas dolog tényleg, a, nagyon jó érzés volt nyomtatottan látni azt az oldalt. Ja, hát a, a, most az, hogy hogy van megírva, meg, hogy nincs megírva, ezt mások már mondták, hogy nem annyira tudták volna kitalálni, hogy ez az én kritikám. tehát azért nem. Egyrészt nagyon fura volt nekem úgy írni, hogy nyomtatásba írni, és nem, nem, nem szövegre, tehát hangra, tehát nem videót írni. Igen, igen. igen. Ez, azért, ez azért egész más. Egész más, hogy kell egy nyomtatott kritikát megírni, mint egy mint egy nem nyomtatottat, hanem egy videónak a szövegét, és hát ebben nem sok tapasztalatom volt eddig, úgyhogy az, arra egy kicsit át kellett állítani az agyamat, meg azért, hogy mondja, hogy kicsit bennem volt, azt tudod, hogy azért mégiscsak ez, 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 ez nem csak az, aki szubkultúra fogja hallgatni, aki a podcastjeinket hallgatja, hanem ez azért mégiscsak a, a nagy közönségnek fog kimenni ez a cucc, ezt, 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 elég sok ember fogja elolvasni, remélhetőleg sokkal többen, mint akik így a podcastet hallgatják, és azért kicsit próbáltam visszafogni a borzasztó poénjaimat, tehát annyira nem próbáltam egy, egy, egy visszafogottabb stílusban megírni ezt az egészet, úgyhogy talán nem annyira elborult, mint amiket mondjuk videókban szoktam néha produkálni, de, de nem akartam így elsőre rögtön mindenkit lesokkolni, ha esetleg Gábor úgy gondolja, hogy esetleg egy következő animét is megírhatnék, ott mellett, hogy kicsit jobban elszáll az agyam. Hát meg ez külön, külön jó különben egyébként. Most pont ezen gondolkodom, hogy, a, hogy a, nem tudom, volt-e ilyen megfigyelésed, hogy egy ilyen videós szöveg írásához képest az ilyen nyomtatott szöveg az modorosabb egy kicsit, vagy ilyen visszafogottabb, vagy ilyesmi, és hogy ne egy ilyen szövegnek így a, így a gócpontjában, így a, így a velejénél, a közepénél egy ilyen geci így, ha, így bedobna. ezt a kedves olvasó, olvasót, így tehát... á átég a, a, lap a tekinteténél. Igen, igen ez, ez bennem volt, és lett volna, tehát, tehát én azért küzdöttem egy kicsit, hogy belemerjek -e írni egy borzalmasat, tehát egy rettenetesen szar eszembe jutott, és... de az annyira rossz volt, hogy az így valaki elkezdi olvasni, és így nincs hozzászokva, akkor ott szerintem helyből ketté fejeli az újságot. Úgyhogy nem, nem írtam bele végül, egy nagyon lájtosat benne hagytam, de, de nem, tehát tényleg visszafogtam magam. Egyébként az a vicc, hogy régen, nagyon-nagyon régen, ilyen 2002-2003 körül olyan durva kritikák voltak a Voxba, hogy, hogy egy teljesen elborult agymenések voltak néha kritika cím szó alatt, és ezt most egyébként pozitív értelemben mondom, hogy egyébként mondjuk abba az irába talán jobban, talán, talán, kevésbé tűnt volna ki egy ilyen. Régen most minden már... jobb volt. Nem, nem azt mondom, hogy jobb volt, azért, azért nem baj az, hogy egy kicsit ér... hogy nem is az, hogy érthetőbb, de kevésbé. Tabletta. Igen, tehát kicsit A kevésbé elborult ö, szövegek vannak mostanában az újságba ott nagyon ilyen szerzői kritikák voltak így nagyon a legelején az újságnak, aminek megvolt a maga varázsa, ez tény, de az azért... Igen, de egy különben ezt, 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 ezt én is visszatudom igazolni, mert ez nem csak a, akkor nem csak a volt így, hanem még, még, talán egészen másik ilyen filmes lapokban is, amikor most nemrég én is írogattam, és akkor ahhoz kerestem forrást, és olvastam, olvastam régebbi cikkeket, hogy azok ilyen túlfűtött eszék, ahol az eszéíró így kifejti a maga szerzői jelenlétét, igen, és igen, 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 igen. és akkor ez az, hogy most akkor elemzünk, és kritikát fejtünk ki egy, egy kvázi objektív álláspontról, vagy éppen egy új művet tárunk itt a közönség elé, ami a mi produktumunk, és akkor ez ilyen sajátosan harcolt az ő írásaikban, szóval ez valószínűleg korszellem, hogy kicsit akkor az ilyen távolibb, objektívabb álláspontra kívánunk helyezkedni újabban, vagy hát igazából aki, aki ahogy, meg a, amilyen labba éppen ír. Igen, meg nyilván most is vannak azért még erre, itt ott, tehát előfordul még, de, de ritkább. Én őszintén nem bánom, de, de annak is, mondom, ennek is megvan a, a pozitívuma, annak is meg volt a varázsa. Én most, most mondom, egy kicsit ilyen visszafogottabban próbáltam ezt az egészet, visszafogottabban álltam hozzá, de, de egy hatalmas élmény volt tényleg. Mondom, az, amikor megvettem az újságot, és kinyitottam, és ott volt, és láttam, és egybe volt a képekkel, mindennel összeszerkesztve, az, 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 az fantasztikusan jó volt. Igen, Hogy az hát írás ehhez... milyen, azt meg mindenki majd eldönti magának. Meg nem tudom Tessék megvenni az újságot. Holnap-holnap hát hazafelé holnap hát. megyek a tankolni, és ott lesz a benzinkúton, akkor megveszem. Ó, köszönöm szépen. Remélem ott lesz. Mert úgy. Mert rég úgy amúgy is elvettem boxot. Úgy, hát, ha nem, akkor felgyújtod. Tehát, hogy ez... Ha nem, akkor igen, akkor mondom, hogy legyen. <laughs> ha legyen nem a... megyek innen, amíg nem kapok. <laughs> I és lőn. Tehát, hogy... <laughs> igen. Ne, ja, úgyhogy tényleg kíváncsi leszek. Mondjuk ugye most, ugye most itt szépen elszpoilerezed majd azért valamilyen szinten, hogy mire számíthatok benne a film kapcsán, de nem baj. Majd meg azért a függetlenül, hogy majd meglepődök és izgatottan olvasom. Igen, és, ja, és igen, még a százalékot is én adhattam egyébként, mivel senki más nem nézte meg az újságtól. Úgyhogy azért ez tényleg uh. hatalmas. Amúgy az, igen, egy igen, oldal az, ez... az az egy oldal az teljes mértékben az enyém. És ugye, de ez viszont ez egy kicsit olyan szomorú, hogy ez a. Tehát, hogy ilyen téren a. Itt a hazai filmes. Nem világ, de hogy ez az egész filmes online, meg kritikus és minden ilyen kör. Tehát, ilyen téren nagyon le van maradva, mert pont, hogy hallgattam, a, vagy olvastam a kommenteket én átok, és akkor senki nem nézi meg, ugye, a szuszumét. Uh -huh.

Uh -huh. Mert így majd beszélünk róla, de hogy pont meg benne van minden olyan hülyeség, és mégis kegyetlen jól működik. És, Igen, és, így és, 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 és nagyon sok ponton olyan dolgokat tud rezonálni szerintem az emberekkel, amiket tökre hétköznapi dolgok, és nem a föltör elrugaszkodtak. Na mindegy, úgyhogy. És ez is ilyen tök szomorú, hogy egy ilyen voxnál így. Nem, nem az az tök szomorú, hanem az, az rohati, hogy téged fölkértek, csak hogy az, az, a szomorú, hogy azért kértek föl, mert senki nem nézte meg náluk. Igen, a tavaly a -ről például egyáltalán nem volt semmi a labba. Igen, igen és csak hát ugye ez közben, ez a meg ugye világszinten, csak ugye, bocsánat, Gyorgy, csak hogy közben ugye világszinten ezek a filmek meg több százmilliós bevételt termelnek. Hát igen, ugye Ázsiában, tehát azért... Hát, na, Amerikában is, tehát egy Mondjuk egyetlen... Amerikában is, mondjuk a meg, 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 a, tehát a, tehát a nyugat-európai országokban is már, tehát a, emlékszem, hogy de? a, hallottam egy német podcastet, és ott a Belnél is mondták, hogy mennyire sokan megnézték ahhoz képest. Jaha. Tehát, hogy itt így itt, itt, itt le vagyunk ilyen téren maradva itthon, és így nem látom a, a azt a, a, törekvést, meg az irányt, hogy itt lenne bármiféle lépés a szakma, meg a félszakma részéről a felzárkózás irányába. Még mindig a dragonból betiltását nyögjük, szerintem. Hát igen, ez, még, ez, még, mindig az. És főleg, az, az mikor az volt? A... húsz éve? Hát igen. És azért nagyon rossz, Nos, hogy lehető pont Igen. az ilyen keleti témáknak, meg tartalmaknak a behozásában egyébként, nem csak itt most, nem, az, nem csak kifejezetten az animékre gondolva, de mondjuk mit tudom én az ilyen, az, az egyéb koreai tartalmaknak a behozásában, meg az ezek felé való nyitásban, úgy a, a dolognak az elején, hogy Magyarország kvázi, kvázi eléggé nyitott volt. Aztán ez egy ilyen, uh -huh. hát kvázi regresszió, de különben, ha lehet bízni abban, hogy most akkor a Szuzoméről volt egy kritika, akkor talán következőről is lesz, meg ilyesmi, és akkor Igen. lépésről lépésre, apró munka, egy palotáért meg lehet próbálni felépíteni a hazai ö, filmes közegnek azt a fajta ilyen nyitottságát, meg, meg ilyen ízléskultúráját, amikkel ezekhez hozzá lehet állni. Mert tényleg ez az anime embargó, ez sok szempontból nagyon káros, nem csak azért, mert van egy ilyen vagy van néhány nagy rendező, aki gyönyörű filmeket rendez, hanem mert ennek a mélyén is olyan tartalmak vannak, amelyeket, amelyek más médiumban egyáltalán nem léteznek. Hát hát Meg önmagában önmagába nem marad ez el akármilyen más animációs stílustól. Lehet mondani, hogy hogy mondjuk a, a látványvilágosok, mármint így a karakterekre gondolok, a minimalistán megrajzolt arcokra, vonalakra, ilyesmikre, ugye az, azért elő fordulni, de ez meg szerintem... Része a műfajnak. Része a műfajnak is nagyon szubjektív, mert például engem meg irritálnak például a, a Universal rajzfilmeknek ez a túltolt túlzottan el nagyon stílus, a például a minyonok és társai. Ja, tehát tényleg, én például hát, attól ez... kapok hülyét. Tehát az is egy, hmm. az is egy úgymond, hát most nem, nem egy akkora műfai sajátosság, mint az animéknél, de, de most érted, az, az ugyanilyen erővel lehet irritáló valakinek, mint ez. És mindkét opció megérthető, ha valakit irítál. De az nem segít, hogy nem hoznak be ilyen filmeket, míg egy Super Mario Brothers, igen. És hát most lehet meg, mondani, meg... hogy lehet mondani, hogy hát de a Super Mario Brothers 500 millió dolláros bevétel vannak a amiknek 500 hát millió. Igen, dolláros a Suzume dolláros bevétel meg. Van. 300 milliós. Tehát Igen, hogy... tehát hogy vannak, sőt, hát a, a Ghibli filmek azok ilyen írtózatos Igen. magas. Meg hát egyébként a Your, Name, a Your Name volt ugye Igen. hatalmas. Tehát hogy azért ezek se, ezek se ilyen underground filmek. Meg, tehát Mert itt, itt nem, nem arról van szó, hogy nem tetszik ez valakinek, hanem, hanem arról, hogy, tehát, hogy tehát mielőtt látná, azt mondja, hogy hát ez úgyse, hisz ez egy anime ami, ami, Igen, ami, Igen, ugye, ami, 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 ami és ez, és ez nem csak az a néve, ugye mond, ha valaki ezt bármire rásüti, mondjuk egy művészeten belül, az, az a tegradáló és stigmatizáló dolog, ami, ami ilyen, tehát egy ilyen ön, öngerjesztő bezárkózásságot fog okozni. Ja, és így. Hogy, és ez is, ez, hogy. ez, az, ez az a része ennek az egész dolognak, itt egy ilyen szuzuméval kapcsolatban, és ami engem tökre frusztrál. Ezt kell meg építeni. Igen, és nem dolgozunk itt a filmnéző podcastben. Tessék. Na, hát igen. És ugyanez ugye a kórai filmekkel is, de még, de még ha. Tehát még, 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 még közelebb, tehát hogy Kínában is. Tehát olyan giga mutatnak be, és amik, tehát hogy nem. Sok esetben nem rosszabbak semmivel, mint egy annak megfelelő amerikai film. És hogy azokról is, tehát hogy ott is bemutatják, és milliárdokat, meg sok százmilliókat termelnek, és úgy, hogy csak Kínában mutassák be őket, és így itthon így. Tehát így, de én nem értem, hogy tényleg a forgalmazók, azok a miért nem hozzák be ide moziba, tehát hogy... Hát tavaly behoztak egyet, és bukott. E, jó, igen, de hogy ez nyilván... Mondjuk hogy nem az hozzá... nem is volt egy gyenge darab, egyébként. Az mondja, hogy... Mondjuk... Az, 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 nekem az ott volt az évvégi top 10-ben az a film, Igen, tehát tudom, az... a, hallgattam a, igen. a top 10 az, az követ, egy én meg is lepődtem. Kutyaszar. Kutyaszar. Kutyaszar, igen. Tehát, <laughs> <laughs> nem volt az annyira rossz. Alig várom a második. Nem, szerintem is nekem nagyon ott volt az a, az a film, tehát bármikor. Igen, de inkább éli hogy kettő, mint kettő. Tehát bármikor. No, Düne azért jöjjön, de tudom, hogy mit fogok róla gondolni előre, és igazam lesz. De... Én is tudom, és nekem is igazam lesz. Ezt és akkor más Viszont az Alienoidtól nem tudjuk, hogy mit várhatunk. Tehát, abban még bármi fog is megelőfordulhat. Abban elő is fog oké, okay, okay, az, az, az a jó, hogy abban benne lesz a dűne kettő is szerint. Amúgy biztos, tehát az már az elsőben is benne. De, de hogy éljen ad mellett, tehát ők is évente csinálnak hat másik ilyen kaliberű filmet, meg hmm. hat másik csak duplaás olyan kurva jó és elképesztő jó filmet. És, így és, és, és nem, és, és főleg akkor nem értem, ugye pont ez olyan szempontból, hogy az jó Jod jól volt időzítve, hogy akkor semmi nem ment, más nem ment a moziba, és hát még úgy is megbukott, fasz. De ugye, hogy ezt idővel szerintem ezt ki tudná termelni, csak először nyilván, hogy ezt úgy, befekt, amikor befektesz valamibe, akkor az nem fog azonnal megtérülni. Na minden, majd tíz év múlva, amikor majd filmforgalmazót alapítok, akkor majd mondhatom, hogy megmondtam, és igazam volt. É, úgy, Na. És akkor... Ö... Beszéljünk a filmekről is, ha már így összegyűltünk. És akkor annyi, hogy azzal készültük, hogy nem csak a suzumi fogunk beszélni, hanem ugye volt egy korábbi adásunk, ahol az eddig megjelent hat, a Suzumi előtti hat egész estés Makoto Shinkai filmet kibeszéltük, és hogy ezzel a teljesség igényére törekedjünk, először most ki fogjuk beszélni a Makoto Shinkainak az eddig megjelent rövid filmjeit, és utána fogunk majd a szuzumérról beszélgetni. És ezzel teljes lesz. Ezzel minden egyes nyavajás, mozgóképes tevékenységéről <laughs> valaha megnyilvánult az emberünk, arról beszéltünk. Tehát, hogy ez, ez szerintem Igen. Ez egy korrekt munka. Majd utána az lesz a következő az Instagram képeit. Tehát, egy... ja, tényleg, tehát kiad ki még egy filmet, akkor mi ja, a csináljunk, tehát akkor felgörgetjük a, az egész élettörténetét. A és régi két, tweet -e A tweeteket elolvassuk, keressük az összeféredetlenséget. Hogy ha, ha már itt... ott vagyunk, ha ott vagyunk, akkor a Kevin Hart régi tweetjeit is olvassuk fel. Égessük be még jobban a csávot. Igen. Arra akkor lehet, hogy más dolgom lesz, amikor már itt tart a ne a diskurzus, hmm. hogy a Instagram posztjairól beszélgessünk. Malkotó sinkály Any anyakönyvi kivonat elemzés. <laughs> Abban még benne aztán vagyok. aznap pont más programom lesz. <laughs> az, az Instagramra nem fogok regisztrálni, még a podcast kedvéért sem, úgyhogy ez, azt hiszem, hogy ez, ha csak nem screenshotolgatja ki nekem valaki is. És... de nem, nem, podcast, hanem a Malkotó kedvéért kéne. Ja, ja, hogy ja. Aha. Na minden esetre ö, van ö, konkrétan szám szerint Mindjárt megmondom. Uno, szín, filmet szedtünk össze. Nem hetet? Mert a Szuzumével együtt nyolcat? Szuzumével együtt. Uha. De é igen, lehet, de ebből nem láttam annyit. Igen, de ebből vannak nem ilyen félpercesek is. <laughs> 1998-ból az Enclosed World, amit Igen. igazából ezt, amiről... Na, no, ezt már ki is hagyta. Menjünk, kronológiai sorrendbe. Tehát az Enclosed Word, World, 1998. Igazából nincs hangja ennek a videónak, és állóképek vannak csak benne. Igen, tehát az egy, erről azt kell tudni, hogy... Fél perc? addig Te elküldöm meg, Igen. gyorsan. Igen, Jó. tehát addig ezt el is küldöm. Igen, tehát erről azt kell tudni, hogy ez, hogy ez elvileg egy perces, csak hogy ez elvileg ez egy ilyen félig elveszett anyag. Tehát, hogy ennek, a, ennek így kb. a fele van meg, de hogy igazából nem kell a másik fele. Tehát szerintem egyértelmű, tehát hogy ez a legminimálisabb makotó tartalom, a legszubstanciálisabb, legesszenciálisabb makotó jelenlét, amiből az egész életmű kibontható. Tehát 30 másodpercben bassza meg benne van minden, ami a, ez, a, ez a nagyon tipikus makotó ugye a Ghibli filmét kivéve, meg egy-kettőt, ahogy izé, de hogy ebbe, ebbe tényleg, tehát a vasúti lámpa, nosztalgikus fények, sínpár. Egy és páros, akkor, páros, egy a, páros akik ülnek a vonaton. És akkor tudod, ja a végén, istenem. nem spoilerozom oh, a végét, amíg nem tartasz de hogy az Mindjárt. a, vége, hogy oh, az... nem tartasz 30 tehát, a... és részem. akkor az a vége, hogy a, az egyik az... Van, -e, van egy, ilyen, a, egy ilyen távolba, elérhetetlen távolságba mutató lépcső, és akkor az egyik fölfelé, van a másik pedig lefelé. Szóval, és akkor ez az ilyen nem, nem nem differenciálódik, nem fejtik ki, hogy ennek az elvállásnak, vagy elszakadásnak éppen mi a lényege, hogy akkor most melyik, de két szereplő, akik nosztalgikusan a vonaton együtt, aztán meg egy ilyen távoli felső cuccba így külön, így szétválnak, tehát hogy ez, a, ez a genealógiája a Sinkai Makaton életműnek, tehát ebből így kirobbant az egész, tehát mm. kb. Ingen. És akkor ezután so. megyünk tovább 1999-re, Worlds igazából még egyszer csak bővített verzióba, tehát... Meg fekete-fehérben. Fekete-fehérben, és... Tehát tényleg, ez, a, ez, ez, a, macskás? Amikor a macskás nem, ez még mindig nem, ez mindig nem, ez még mindig, nem, az. Ez, 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 ugyan, ez ugyanaz, mint az előző, csak kibővítve igazából. ugyanúgy ah. pár van a vonaton, tehát, hogy Hát ez olyan, hogy a fogod át. ezt, meg az előzőt, Na, ez másik perc, igen, tehát elküldöm ezt is. Jó, ja, <laughs> jó, ja, ezt, az... ezt, ezt tudom. Ezt egyszer száz éve láttam. Na igen, tehát még egyszer Magatoshinkai Zanzo tévét verziója. Tehát, hogy igen, én... de hogy ez már teljesebb annyiban is, hogy ebben már van narráció, ugye, meg vannak ilyen igen. bemondott szövegek, és akkor tehát, hogy ebben már ugye, itt már azzal is bővül az univerzum, hogy oké, itt is van vonat, meg egyet átszelő repülő, ez ugye nem volt korábban, de ez már a, az első filmje felé utalgat. Csak itt ugye nincsenek színek. A legelső rövid filmben ugyan megvoltak ugyanazok az ilyen nagyon nosztalgikus ilyen sárgás naplementés képek, itt fekete-fehér az egész, de ebből ilyen művészkedősebb hangulat látszik átszűrődni, viszont van, van benne pátosz, meg ilyen lemondó csodálás a, a, világnak, hogy milyen szép, és akkor van benne egy ilyen depresszív mondat, hogy, hogy fú, de jó, mizé, de így már előre félek attól, hogy egy nap majd megtalálod az igazi másik feledet, vagy valami ilyesmi, és ezt a uh -huh. csaj mondja a srácnak, és akkor fú, hát ez biztos nem ő lesz, és akkor így ebből már érzem ezt, a, ezt az ilyen sinkai makotóféle lemondást, hogy, hogy fú, ez az ilyen bizalmatlanság, meg a, meg a szerelemben a szerelembe vetett bizalom, ahogy megrendül, és akkor így ábrázol egy kapcsolatot, ahol az egyik már a, a, leg, a legjobb, leg, legpesgőbb szerelmi dolognak, vonzalomnak is a középpontjában sejti annak a végét, és akkor ez az ilyen nem is igazán szétszakad a szerelem, hanem az egyik így eldobja, mert nem bízik benne, és akkor fú, tehát hogy már, ez, már itt, ezekben a rövid filmekben ez így összeáll. És ugye Eset. még azért annyi, hogy ezek teljesen szóló projektek. Tehát hogy... Igen, ö... igen, igen. Aha. Ez full egyedül csinálta. Ez yeah. nekem ilyen izének tűnt amúgy, most, hát az adás előtt nem láttam, de most már igen, amíg, elmondtad a, a, monológodat, addig gyorsan megnéztem. Egyébként én ezt valamikor száz éve már láttam ezt a, ezt a kis filmet. Szerintem így érdeke, érdekességgyanán néztem talán a Jorném idejében, hogy, hogy mi a fene ez Makotó Sinkájtól. Na mindegy, ez kicsit ilyen vizsgaprojektnek tűnik nekem, vagy ilyen beadandónak. Igen, különben, olyan, mint egy, egy ilyen skitz. Az, uh -huh. az egész. De nem rossz akkor... ez, csak igen, aztán ebből csinált még tizet. Csak hosszabbat. Igen, igen, és hosszabbat akkor, a... Még még igen. abban az évben jött utána a Kanojoto Kanoyono Neko, azaz She and Her Cat. Na ezt már láttam. Na, igen. Mert ezt nem akkor... van IMDB-n és én buta igen. ott kerestem. Nem, hát ez az a Széchenyi nagykönyvtárba kell, tehát hogy... CD-n, cd n, CD -n Ja, 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 ja. Floppin. És rá van írva a floppira 4 k mert ugye annyira rövid, hogy még 4 k is ráfér, tehát igen. ez... Igen. Ja, és akkor hát igen, ez a She and Her Cat, tehát ez is igazából, ez, a, ez, egy annak a rövidített, zanzásított verziója Makoto shinkai amikor úgy nem tud beteljesülni a szerelem, hogy már az elején halára van ítélve. Tehát, hogy amikor esélyed nincsen hogy kiteljesedjél bármiben, mert igazából itt mi történik, hogy a nő örökbe fogod egy macskát, és a macska pedig síkszerelmes. szerelmes. Hát igen, meg egyébként, ha megnézed, én úgy emlékszem, hogy azért a, a csajról is leriott valahol, hogy tehát a, macska a macskának is van egy szerelmi dolga, meg a csajnak is, de mindketten úgy érzik, hogy ők így egymással tudnak kiteljesedni. És akkor az ember az emberrel nem, a macska a macskával nem, de az ember meg a macska így, így megvannak egymás mellett, és így el tudnak élni, És tehát ez az első három filmnek, meg, a, meg még a Voice of a Distance nak meg amúgy mi a fasznak sorolom, az egész kurva életműnek, ez a a, a szerelemben megrendült ember, a szerelemben vetett, bizalomban megrendült ö, ö, egzisztenciának ezek az ilyen őrlődései, és igazából ennyi, tehát hogy ez ö, elvesznek ezek az esélyek a, a szerelemre, meg amit az előző filmben is mondanak, hogy nem én vagyok az igazi másik feled, ennek a filozófiája, már előre lemond saját magáról, így ellöki a másikat, meg ellöki magát a másik személytől, és akkor már ezzel előkészíti a csalódást, amikor, hogy hogy ne, nem fog egy, egy, egy másik adódni, hanem így ez volt, és akkor vége. És hogy arra számít, hogy tudod, ez az ilyen ellököm maga, de már így megelőlegezem, azt, hogy nem fogsz utánam kapni, hogy mégis beteljesedjen a szerelem, és akkor itt az eleve halára ítélt, és az egyik szerelmes fél által halára ítélt kapcsolat. Tehát fu bizalmatlanság, meg, meg, meg szerelmi ö, vonzalom és minden. Jön, és a... Hát, igazából itt ez történik. Szerintem még ez... a... mielőtt men beszélnénk a a tényleg érdekes... A rövid filmről. A rövid filmről, a Voices of a Distant Starról. beszéljünk egy picit a Cat gathering ami ugye a legegyedibb alkotása a mesternek. De mert úgy itt... nem csak a rövid filmek között, hanem... Úgy általában. -e? Még, ott, tehát, még hogy... ott van a Ghibli filmje is, azért még az is kilóg a sorból. Tehát, hogy ez De nem annyira, áll, mint... Jól, nem annyira, mint, az, az mint, a... mint jó, valóban. Igen, és és ez, tud, ez nekem olyan volt, hogy ez egy reklám lett volna, csak nem tudom, mit reklámoz. Tehát, hogy... Hát nem úgy tényleg? Tehát ez. A macska ami... lehetne, csak nem, nem írták ki. Igen. Tehát. Ez, ami itt történik, ez egy TikTok videó volt konkrétan. Csak hát ugye 92 ezer nem tudom mennyi készült. Nagy költségvetésű hét. TikTok videó. Igen. Igen, tehát ez konkrétan a TikTok videóknak van pontosan ugyanilyen vágása, ugyanilyen felépítése. Vagy még azelőtt Facebookon a Vine-ok -ok voltak ilyenek. Ja, Úristen. Igen. TikTok előtt még az volt, ugye, amikor. De igen, de amúgy tényleg, ez ez, ez, ez teljesen ugye ez a YouTube short formátumra van szabva, egyedül a képarány nem stimmel. Tehát hogy. De igen, ja. de annyi, hogy esetleg, aki nem látta, tehát ez nézze meg, a Gathering of Cats című animációs filmet. Tehát egy itt perces. mi történik? Egy perces. Tehát hogy mi történik, hogy fölázadnak a macskák az emberek ellen, aztán végül arra jutnak, hogy na jó, majd holnap megcsináljuk. Igen, de és ez, ez el van tehát... indítva egy ilyen sorozatban, hogy a hogy hazajönnek a, a hülye emberek, és akkor a hülye embereknek a hétköznapi hülyeségei, az azzal, azok azzal vannak szemléltetve, hogy mindig rálépnek a macskáknak az éppen kilógó farkára. És akkor ezen a macskák felbasszák magukat, összegyűlnek a hegyen, megbeszélik, hogy na akkor holnap invázió, és gigamacskává összeálló pusztító rémgodzilla macska akció, inváziós horror, minden, és akkor utána mégsem, mert ó, lehet, hogy enni akarna a cica, jut a az egyik embernek, és ó, tényleg, és akkor simizgetés, és ennyi. És az mindig, mindig megtörténik. És ez egyébként gyönyörű, ez... Ezért nem pusztítottak a... még el minket a bocsánat. Igen, igen, tehát igen. Ez, ez egy, ez egy csodálat. De ez nagyon fasz. Egyébként ez az Anikuri 15, ez egy sorozat, igen. ami egy perces epizódokból áll, és egyébként a szatosikon is rendezett. Az első igen. évadban van a is, igen, igen. Igen, és az is, én azt láttam még csak meg most ezt, és az is tök jó. És ez szatosikon ilyen antológia os... vagy vagy, Aha, vagy, antológia, vagy? Antológia, antológia, igen, igen. igen. Hát, Úgyhogy én, én most, most rávettem magam, hogy ezeket rávettem magam, hát hú, kurva nagy vállalás, de hogy én ezeket perc, meg tudom nézni. Vagy egy év a tizenkét perc. Igen, 10. igen. De hogy eddig ez, ezek, ezek eddig ez a kettő, amit láttam, mind a kettő kifejezetten jó volt. Úgyhogy szerintem meg fogom ezeket nézni, mert... A harmadik évadban rendezett a szatosikon most mm. nézem. A, ja, a harmadikban van az, ő is? A harmadikban hát. van, igen, igen. Akkor az elős harmadik évad lehetett. Ja, tehát, hogy... ja, ja. Úgyhogy ezt lehet, hogy érdemes lenne ránézni, mert mondom, ez a kettő, ez mind a kettő nagyon kis frappáns aranyos volt. Bár a, kis kompaktak, az, igen. Igen, igen. Bár az IMDB pontozás alapján pont a két legjobbat néztük meg, vagy hát én két legjobbat néztem meg, mert a, ezek ilyen 7 pont fölöttiek, a többi az ilyen 5-4 pontos, tehát lehet ám, mm. hogy, lehet ám, hogy ez a kettő az, amit tényleg ér is valamit. Még így... Csá, annyi, lehet, hogy elhamarkodott kijelentés volt ez tőlem. Lesz idő a megbánásra. A figyelj, most, ja. igen, most azt, a negyed órát most... Ám hát annyit, simán. Az igen, főleg azért a te karriered után, tehát, hogy most az, hogy egy rossz filmre elpazarolod az időt. Nem, 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 arra gondoltam, hogy most elpazarolom az időt, csak lehet, hogy ez mégse lesz annyira jó, mint ahogy én ezt ja, én igen, értem, értem, Nem, nem biztos, hogy megfelel az elvárásoknak igen, igen, azok igen. után, amit eddig láttunk. De annyit még hozzáfűznék hogy én most tehát én is kicsit megcsúsztam az idővel, és ezeket a rövid filmeket így most adás előtt ilyen lóhalálába egy gyorsan bedaráltam. Egy perc alatt megnézted a... Igen, perc megnéztem hirtelen hat filmet, tehát azért igen, rég volt ilyen. De hogy így, néztem, és akkor, oké, igen, jó, ezt ismerem, oké, megint Makotos inkább, és ez volt ugye, hogy belintítottam, és így, wow. Hát, most nézzük meg még egyszer, tehát hogy mi történt? Igen, én is kétszer láttam. Tehát mi az, hogy biztos látjam, hogy valahol ebbe el van rejtve valahol egy nem beteljesült szerelmi Igen, és kikockázod az összes frémet, hogy hol az anyádban van, és így a, És így az a, a gif vagyok, dold. amikor ott így a, a összekötött így, a térképes falnál a csávói magyarázza a Conteot, hogy igen, 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 van ebben is. Még, még egy vonat se volt benne, azt hiszem. Teljesen meg, meg izé, a sínpár, meg, a, meg, az átkelőnél a lámpa se volt benne, alulról fölvéve diagonálisan, tehát hogy még semmi. A sínkáj sínpár. Oh. Aha. <laughs> ja, úgyhogy igen, ez, ez nekem is Na ez volt egy... Ja igen, azt nem mondtam, hogy az összes borzasztó poént, amit ott nem írtam le, azt most itt fogom elsütni, hogy nem akarod, Igen. Úgyhogy igen, ez nekem is egy tök meglepetés volt, mert tényleg erre egy abszolút nem voltam fölkészülve, de nagyon jó volt. Úgyhogy ezt tetszett. És akkor a fő attrakció a Voices of a Distance. De volt még. Vagy, ja, vagy sorba megyünk. Végülis nem, egy. igaz, logikus lenne, igazad van, hogy de a lehetően. Crossroads, volt a Crossroads, ami... Meg van még a, izé, a... Someone's Gaze. Igen, mm -hmm. igen, a dereke no eno Most Arra segítsz. nem Az a Crossroads most előttem van, most ezt a Someone's Gaze, ezt meg kell nyitnom. ez, ez a Cyberpunk. Ne. Ne, ez a de ez a jövőbe játszódott ez is. Igen. Igen. Ez oh. am, tudom, ez amikor a anyuka elment dolgozni, és az apukával maradt ott a kislány. Meg a, meg a macsek. És a cyberpunk volt? Ez ez, ez, ez egy... Tehát nem, nekem meg ilyen, a... Nekem egy hétköznapok japánjának tűnt, de amúgy nekem, lehet, De nem, de hogy, de hogy itt, ö, itt, a boltban is ilyen a vannak kivetítve, csak hogy ez, ez, annyira szeretem, amikor valaminek van egy ilyen, ilyen settingje, de hogy semmilyen szinten nem arról szól. Tehát ugye ez olyan, mint amikor tudod, kapnánk egy ilyen igen, igazad van. Uh, Star Wars világába, kapnánk egy ilyen mielőtt lemegy a napfilmet, vagy tehát, hogy hmm. ez, 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 ez tökre olyan, olyan volt nekem is, és, és nem mindegy, igen, hogy ez, ez, ez ilyen tökre cyberpunk világban játszódott, csak ez semmilyen szinten nem a, az a... volt a hangsúly, és ezért így. Érdekes. Meg ugye nyilván azért Japánnak is van egy olyan, vagy Tokiónak is van egy olyan ennyi hatása, de itt igen, itt ilyen Én futurisztikus világba játszódik. És itt van, amikor 1 perc, 45 persze hívja az apukája, és akkor is ilyen hologramon van kivetítve. Igen, igen, most az ugrott be, amikor mondtad, hogy izé, és akkor na tényleg, tehát, de hogy csak abba tudom megragadni, mert különben nem is, nem is emlékszem vissza, hogy milyen más módon, mert annyira természetesen vitték bele a filmnek a, a sztoriába, meg az egésznek a szövetébe azt, hogy ez egy ilyen settinggel van felépítve. Igen, minden esetre ez egy kifejezetten jó film volt. Tehát ez Igen, ezt, ez ö... olyan kis szívmelengető, aranyos kis film volt. Meg abban az értelemben ez is egyedi, hogy itt, itt, itt nem egy elbaszott szerelmi történet van, bár biztos az is van, csak épp nem az van színen, <laughs> hanem itt, egy, itt, itt a családi körnek a tönkremenése, meg a deszakralizálódása, meg a szétesése van, amit az élet más, hogy történi magát, és akkor a a... Meg itt is van happy end azért, tehát hogy... Igen, azt mondom, hogy elkezdődik, hogy ú, minden milyen szar, de itt is benne van az, mint a, mint a vizsgamunkába, hogy vagy a beadandójába, hogy azért a, azért a világ szép, azért a mindennapon csodáit észre lehet venni, és igen. észre kell venni. Minden rossz dolog ellenére figyelni kell arra, hogy körülöttünk milyen gyönyörű dolgok vesznek körül. A vége az olyan kis aranyos volt, és igen, ez... ez ez is a nagy filmekbe is visszatér, ugye? Hogy hogy valakinek valaki szenved, tehát ez, ez, ez muszáj, hogy valaki szenvedjen. Igen, 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 Bár De azért a, belegondolva... azért a vége az mindig pozitív. Meg hogy tudod, ez, ez olyan egyébként, mintha látnánk valaha valamikor, bármikor egy, egy elbaszott szerelmi is sinkai makotó filmnek a, a végét. Tehát lenne egy film, ami ott kezdődik, ahol általában véget érnek ezek a, ezek a filmek. És na ez annak a stáblistája után jelenet lenne. Tudod, hogy összejönnek, általában itt elvágják a sinkai makotó filmet, vagy egymásra néznek, itt vége a filmnek. Kezdődne egy filmot, hogy egymásra néznek, összejönnek, lemegy egy élet, és akkor ez a vége hogy miután a két szerelemes összejött, akkor lett egy lányuk, de a, a fater az így nem tudom, megöregedett, és otthon van a macskájával, és akkor a macska is már nagyon öreg, meg nem tudom, megbetegszik, és akkor a lányával kell valahogy, valahogy újra egymásra találni, és akkor elmegy ugye a lányához, aki a nagyvárosban van, és akkor a, a nagyváros, meg a vidék opozíciója, még ha ez annyira megséllennék benne, de úgy érezzük a szereplőkből, hogy valami ilyesmi van, és akkor elmegy oda a háztömbhöz, hogy pont itt vagyok véletlen a környéken, nem akarunk találkozni, és akkor hülye kifogás, vagy jaj, nem tudom, munka, meg minden, de aztán felírja a trauma, meg az egymásra találás, stb. Tehát, hogy ez ilyen, ez ilyen szép sztori. Egy pont nagyon, jó, két dolog jutott most eszembe, az egyik, hogy kicsit ez olyan, mint a nagyon jót rögtem annó a Puzsé Robinak ezen a, amikor levezette, hogy a, a, tipikus romantikus vígjátékok, amiknek a vége mindig ugye a happy end, ja, igen, de igen, soha igen. nem mutatják meg, hogy mi a mi, mi, történik a happy end után, és hogy ő levezette, hogy de megmutatják, úgy hívják, hogy die hard, amikor a főszereplő <laughs> már elvált, <laughs> mert nem bírta elviselni, mert nem, nem bírta elviselni a a felesége az, hogy állandóan dolgozik, és ilyen lecsúszott csávó lett, és ez, egy, ez most pont így eszembe jutott erről, amit mondtál. hát igen, a lecsúszott csávó volt. a karrierista nője, tudod, Igen, és hogy elváltak, a... és külön a gyerekeket, és ez nem engedődött a terje látja. Tehát, hogy a Die Hard az valójában micsoda nőnek a folytatása. Igen, és pontosan. kurva jó volt. E, illetve a másik meg, hogy visz, másik visszatérő elem ugye a Shinkai Makoto filmekben, hogy Tokió az valójában akkor, mint ladány Tehát, hogy így mindenki összefut. Ez, ez is itt meg volt, meg majd még a crossroads is benne lesz. És tudod, elképzelhet, hogy a, a Tokiónak minden kerületében, minden utcájában ilyen, ilyen szerelmek szövődnek és válnak igen. szét, minden nap ilyen, ilyen millió herccel, meg Tehát, ne felejtsd el, hogy a... Valaki a szakdogáját, hogy statisztikailag hány ilyen történik meg. Igen, és főleg a vasúti átjárókban, ott különösen sűrűn. Igen. Igen, igen. Gyönyörű. Ugyan, és mert nem meslek, a film is gyönyörű, tehát. Hogy igen, hát, ez, ez, már ez, ez, már, ez már bőven az öröm ránézni kategória. Igen, ez már bőven kurva jól néz ki, de hát 2013-as, úgyhogy ott már elemébe volt a csávó. Igen, hát, hát ez a szavak kertjével is... egy évbe készült, igen, ami igen. meg a leglátványosabb filmje szerintem. Meg az is érdekes, igen. különben most csak csak arra reagálva még, hogy szépek ezek a filmek, hogy ugye van ez a két fekete-fehér cucca, és akkor abból nem a skiccet kivéve, hanem a másikat, a, a macskásat, na, annak van egy négy k is, és hogy azért az úgy fekete-fehérben is azért na, szóval azért na. Meg ott még a fekete-fehér fényárnyék dolog miatt ugye hát rajzolt, szóval ezért, -e, ezt máshogy kell érteni, de abból még egy ilyen művészi jelleg is tökre kijön, tehát egész érdekes a Sinkai Makotó filmet fekete-fehérben nézni, most ezután kipróbálom, hogy az összes filmét átfényezem fekete-fehérre, és megnézem, mm. hogy a hú, a naplementének a sárgás színe nélkül a, izé, mi, mi volt az, promised place in our early days, az, az, az hogy hogy fest, meg ilyesmi. Mm. ez a fajta. Mm. Igen, Jó. és akkor még a Crossroads van hátra, ami egyébként szintén egy reklám volt, az fixen azt utána néztem, Oh. Ah, hogy mit azt, azt se tudom. <gül> de ez is valami egyetemet, vagy nem tudom. Hogy... <laughs> de, már, de, már, ennek volt betét dala. Két volt perces egyébként. Perc, két, perces rövid film, és, 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 tehát ez tényleg egy ez, ez egy egész estés Makoto film. Két, két percben, igen. Bető, pontosan. igen két percben, pontosan, igen. Egy, egy videóklip illusztrációként, igen de jó a zene, jó néz ki. Az a, a ismerem, a... a... tudom, mire váltok egyet. Igen, Igen, meg... ez, ez a, a, a makotós egy tisztes iparos, tehát, hogy de pontosan, pontosan. jó munkás ember így megcsinálta a melót, gondolom, hogy reklámnak pont ennyit akart belerakni. Viszont ez is tök jól néz ki. Ez, ez is tök jól néz ki. És akkor most ö, beszéljünk arról, A, ami tényleg egy megkerülhetetlen eleme az életműnek. Voices of a Distant Star. És akkor adás mondtam Gergőnek, hogy ez az volt, hogy így a Makotós inkább meg a haverok így ültek az irodába, és akkor a szünetbe épp Makotós inkább végignézte a csillagközi inváziót, így hátrafordult, te, csináljunk már egy ilyet is. Ja, jó, ez jó, hallod. Baszó mekákkal. Igen, de így, <laughs> kell. Mert, mert nekem, nekem az jutott eszembe, tehát azok, azok, amit így ők csinálnak, mert ott volt abban is, hogy nyilván nem ennyire lélekörlő és túl túlfűtött módon, de ugye pont ott volt az, hogy a egyikük itt maradt, a másik meg ott, és akkor ugye, hogy ott szétváltak. Tehát a alap fő, főszereplőknek az alap konfliktus az innen indult ott is. Igen. És akkor igen, hogy a csótányok helyett ilyen akármilyen szörnyek lettek, meg szuperkatonák helyett, meg tényleg ilyen Power Ranger robotok, és így... Oh. És hogy na, miről szól ez? Tehát, hogy itt ö, olyan távol jövőben vagyunk, ahol még mindig ö, műholdas nyomogombos telefont használnak. És ezt az valamiért az működik. Én... Tudod, ilyen csillagközi szinten. Ja, tehát ez tényleg ez ilyen. Vagy lehet, hogy tudod, az ilyen, olyan ilyen retro divatot náluk tudod, hogy ez igazából, hogy így. megvette kétszer annyiért, mint a vadi új nem létező hologram telefonokat. Igen. igen, igen, igen. igen. Japánról beszélünk, ezt azért mindig, mindig emeljük ki. Ott minden megtörténhet. És igen, minden de... meg is történik. 2002-es a film. Szóval 2002-es, azért... és akkor igen, ez a 2002 punk, tehát hogy... Hát meg ez az egész 90-es évek második jó, a punk. Igen, de ez a, ez a 2000... miért a 90-es évek második fele, és 2000-es évek első fele anime style, tehát mint az első igen, nagyjáték filmje. És egyébként most itt zárójel, tehát hogy még ahhoz, amikor beszéltük, hogy egyébként az animék mennyire jók, és mennyire terméketlenül reduktív az a hozzáállás, amikor úgy mondjuk, hogy hát ez csak egy anime, azt akkor felejtsük el, tehát hogy ez az időszak az animékben, ez olyan kurva termékeny, annyi nagyon fasz a skifi készült ebben az időben a, az, az animék terén, hogy, hogy az elképesztő. És ha valaki ilyen izéket keres, ilyen, ilyen szárnyas fejvadász, meg annak a második része, meg, meg ilyesféle filmeket akarna nézni, vagy ilyen tartalmakat, akkor ne csodálkozza, hogyha nem talál túl sok jót, a, főleg nyugaton, meg, meg, meg hogy mondjam, rendes filmek között, mert hát azok így itt összpontosultak. Hát És meg így, a... akit ez érdekel, ugye egyébként ugye van egy adásunk, ahol be konkrétan animeszkifikről beszéltünk, igen, igen. Meg a, meg a Sinkai Makó ugye? A, igen. A, ennek a filmnek a nagy változatáról, igen. Uh -huh. Illetve még ami fontos, hogy ez a film 2014-ben került, került elő először, én akkor láttam, ö, ugyanis a Nolannek a interstellárja, az a Nolan bevallotta, hogy merített ebből a filmből, és látszik is rajta. Igen, és hát ott... ott, igen. ott, ott mert én, én elém például ott került először ez a film amikor ő tőle volt valami nyilatkozat, hogy milyen filmekből merített, és akkor nyilvánvalóan a 2001 gyűröd a stb. És köztük volt a The Voice of a Distant Star. Ez azért nem semmi referencia. Tehát, igen, hogy... igen, ez így, szerintem ez, ezt itt senki nem várta jönni ott, és akkor Hát igen, kiderült, hogy Nolen is egy kultúrember, tehát most... Igen, bár amúgy én néha már egy kicsit gyanakszom, tehát, hogyha fasz ki van, hogy a, az összes ilyen első vonalas Hollywoodi rendezőről ki kell derüljön, hogy ilyen kultúrember. Tehát. Hogy a hát mindenki de, jó, de, mindenki, mindenki, de, jó, tudom, hogy de az, hogy mikor is jön a korszérzés, valmikor villant egy, egy abaszkiáraszt, amit így a mellény hogy fúj, amúgy. És jó, az ről elhiszem, de hogy így. A Scorsese-ről én is jól... elhiszem, igen. A Nolan, hát figyelj. Na ugye paprika is volt már annó, tehát hogy. Tehát nem ez ja, az igen, első a dolog, papri... hogy a niméből merít. Igen, tehát a... Hogy... A, igen, igen, igen. A Nolan a paprikából is merít, merített, ugye. Üm, hát azért figyelj, japán science fiction, Matrix, Czárnyas fejvadász, tehát azért ott, ott elég sokan nyúltak a a japánokhoz. Tehát azért a, a japán science fiction szerintem elég nehéz megkerülni, hogyha te sci akarsz csinálni. Persze, alkotóként mindenképpen erre már rájöttek, de nézőként még nem nagyon Hát persze nyilván, de hogy ö, szerintem ők, ők valószínűleg, amikor kitalálta a Nolan, hogy ő science fiction szeret a legjobban csinálni, ö, akkor azért elmerülhetett itt a különböző, különböző nemzetek és kultúráknak a szifijeibe, és biztos, hogy merített. Hát olyan szinten biztos, hogy bevallotta, hogy merített ebből a filmből. És azért most valljuk be, a, most a paprika az egy könnyű. Tehát most azt mondod, hogy japán science fiction, hmm, Ghost in the Shell, Akira, Satoshikon, és így nyilván a, a, ezek a megkerülhetetlen részek, tehát ez, ezek azok, amiket nyilván ezekkel kezdte. És akkor azt mondani, hogy hát a paprika hatással volt rá, oké, okay, hát nyilván, mert a paprikát valószínűleg mindenki látta, főleg, hogy 2007-es azt hiszem a paprika, 2010-es az eredet, tehát valószínűleg a paprika új is volt, amikor ő a Nolan azt gondolta, hogy akkor ő science fiction csinálna, és lehet, hogy akkor árepült rögtön a, ú, ez egy új science fiction ö, japán ö, egy új japán sci-fi, hát nézzük meg. Na de basszus, a Voices of a Distant Start azt nem kapod le csak így a polcról. Hát ez, a ez nem tail. az a film, igen, tehát ez nem az a film, ehhez le kell lásnod. Főleg 2010 akár 13 amikor... Ez kérdéken kérdéken a, a nagy könyvtárba, tehet. hogy... Pontosan, ezt onnan, a onnan kölcsönözte, igen, ezt, ezt flopin szerezte be. És akkor még, akkor még a Shinkai Makoto nem volt annyira mainstream, mint most. Tehát akkor neki még a másodpercenként 5 cm volt, meg a... Az meg volt, tehát... Tehát a az Tehát, a, a, 5 cm volt 2007-es, a másik mm. az 2004-es. Igen, az és 2007-es meg és volt a Ghibli volt. filmje, és De az már 2011, az eredet után volt a gibli filmje. De én most nem az eredetre gondolok, hanem az interstellárra. Ja, oké. Okay. Tehát, hogy az interstellárra volt hatással a Voices of a Distance Star, és akkor még a Makoto Shinkai nem volt ott, mint most. Tehát, hogy ő akkor még egy underground rendező volt. Tehát szerintem azért a, a Nolan szerintem tényleg leáshatott azért itt, itt, tehát elég mélyen kutakodhatott a témában. De ez csak én gondolom, lehet, a hogy... lett, volt Lehet, hogy, lehet hogy, ráskap, lehet, hogy úgy volt, hogy megdobta a, tudod, mint amikor nyaralni indul az ember, és nem tudja, hova menjen, és így megdobja a, a megforgatja a, a földgömböt, megnyomja a és akkor így rányom kerek egyházára, és hát akkor gyerünk, ugye így szokott lenni, és lehet, hogy pont pont beletrafált. Ja, na mindegy, kicsit elmentünk itt ilyen spekulációba. spekulációba. De az biztos, hogy a filmen látszik, tehát az Interstellár az le se tagadhatná, hogy merített ebből a filmből. Igen, tehát a, a filmnek az alap konfliktusa az pontosan ugye az, ami egy központi konfliktus a Cincer és is, ugye, hogy az űrutazással ugye máshogy telik az idő. És akkor ugye itt egy párkapcsolat van, akinek ugye a lány elkezd utazni egyre távolabb a földtől, és egyre inkább máshogy érzékelni az idő múlását, még a srác ugye a, a, a földön maradt és ugye ezekkel a nyomógombos telefonokkal kommunikálnak egymással, de ugye már annyira távolodnak a földtől, hogy már az üzenetet elküldeni is, ugye, mire miután elküldi, évekbe telik, mire megérkezik, és akkor igazából ezt láthatjuk ö, egy ilyen kapcsolatnak az alakulását, egy pár nagyon látványos ilyen mehás akciójelenettel. Tehát megkörítve ezt... meg egy... Igen. De csak, hogy milyen érdekes különben ez a, ez a, ez a szembenállás. Tehát, hogy a, itt is most mondhatnánk, hogy ez ilyen karrierista motiváció már megint, hogy akkor a, vagy hát miért? Tehát, hogy ne, én nem emlékszem, hogy annyira tisztázódott volna, hogy a, vagy, vagy, vagy kellőképp meg lett volna indokolva, hogy, hogy, azon túl, hogy fú, hát én ott a csillagok között akarok lenni, hogy ezen kívül a csajszé ebbe így miért vág bele. De mindegy, mert belevág, és akkor ilyenkor azt képviseli, hogy az emberiség így globálisan lépéseket tesz előre így az univerzumban, így fejlődik és kitejesedik, és akkor közben van az ő kis lokális szerelmük, és akkor ennek a kettőnek a, az ellentétéből áll össze ez a cucc. És ilyen, ez, ez, is ilyen folyamatosság van benne, hogy még az elején akkor ugye elmegy az üzenet, aztán már nyolc évbe betelik, hogy még messzebb mennek, akkor már egy örökké valóság, és hogy folyamatosan fokozódik, és hogy közben a, a, a folyamatosan mennek ezek a monológok, hogy, hogy tehát már alapból úgy kezdi a a, a csaj, mint amit a, a, a korábbi filmeknél, az első, azt az a félig elveszett filmnél is, meg az utána következőnél is ö, is felhoztam, hogy ez a, hát így a, a kiábrándultságérzés. Tehát itt is az a elkezdi Igen, meg a magány, hogy mondja, hogy fú csalódott abban, hogy a, amit mondtak neki, ami pedig az volt, hogy ha valaki így hív, vagy szól, akkor majd lesz valaki, aki ott lesz és válaszol, és ilyesmi, és akkor ebből fejlődik ki ez az egészen szürreális dolog, amit az elején ugye így kvázi álmodik ilyen nosztalgiázva, hogy így hív valakit, és akkor na hát van ott valaki, és nincs ott senki, meg, meg az ilyenek. Tehát, hogy a, ez, az, ez, a mobil, mint eszköz, azt nem így szokás használni, és ez csak ez az ilyen valakihez szólni vágyásnak ez a furcsa módja, tehát ez, ez kurva jól össze van rakva ebben a filmben. Ja, és akkor most záruljál be, ehhez megemlíteném, hogy tehát, hogy nekem ez a film ez egyértelműen a The Promised Place in Our Early Days-t, még kruat hosszabb másik címt ö, idézi, és tehát ez a ö, valahogy ugyanaz a motiváció mozgatja a kettőt, tehát ebben is megvan az, ami abban is megvolt, szerintem, hogy ö, csodálják a ezt a skifi technológiát, hogy milyen szép hogy emelkedik a hajó, meg a meg az ilyesmi, meg az átszelni az eget, meg a csillagok, meg a meg az ilyesmi, tehát ez, ez, ez gyönyörű, meg, meg, szépen felépítik, hogy, hogy közös iskolában akarnak majd ezért tovább tanulni, és akkor meg van a háború, ö, mint kontextus, hogy hogy kérdezik, azt hiszem kérdezi, hogy ott a, a tipikus a vasúti átjárónál állnak, és akkor kérdezi, hogy, hogy fú, emlékszel még mi volt a háború előtt, vagy nem lehet nem is kérdezni, csak Igen, a hogy, igen, és hogy mondja, hogy már nem is emlékszik, hogy mi volt előtte. Tehát, hogy ez, ez a kontextus már alapból valami ilyen elképesztően végzetszerű, rossz hangulatú, nyomasztó, vagy nem is rossz hangulatú, hanem az ilyen melankolikus, nosztalgikus, nehéz eldönteni, hogy hol válik szét ez a, ez a kettő. Tehát ez valami, ez valami egészen sajátos atmoszférát ad ennek a, ennek a cuccnak. Meg alapból az, hogy ugye motiváció a csaj részéről, hogy a csillagokba hogy elvágyódjon, hogy most ez menekülés, vagy kitaszítás, vagy, vagy mindkettő abba, abba a dologba, és akkor ott ugye kimegy, és akkor harcolni kell, és akkor a háború, ami a Földön, és akkor a menekülés, és mindenhol háború, és akkor az egyik háború kitaszít a másik, szétválasztom a másiktól, tehát sehogy nem jó. És akkor benne van az időeltolódásos téma, ugye, ami meg a jornémet kicsit már idézi, hogy a, csak ott ugye az van, hogy hirtelen a a nem, nem egy időben lévő szereplők megpróbálnak összehangolódni, meg a egy időben lévő szereplők szép lassan szétszakítódnak, és két külön szubjektív időbe kerülnek, amelyek között nincs átjárás, és érzelmileg nem is tudják tolerálni a, a igazából a másik számára, hogy, hogy ez valami dolog. Tehát, amikor elküld egy üzenetet, akkor abban van egy ilyen várakozás, meg egy lemondás, és akkor a, a másik részéről, meg ez az ilyen nyolc évig vár, és akkor a nem üzenet is üzenet, tehát hogy akkor és yep. le, le, vagyok szarva, meg és a többi. Tehát, hogy meg akkor felteszi magának ezt a kérdést, hogy, hogy hát most ki, ki hozhatná neki fel, hogy ennyi év után most már megszűnt szeretni a másikat, és pont akkor jön az SMS, tudod, hogy, hogy most eltelt nyolc év lassan, kitörölte magából a csajnak az emlékét, vagy eltelt még tíz év, kitörölte magából az emlékét, már 30 pluszos, tudod, és akkor jön egy kurva SMS arra a telefonra, és akkor megnézi, és akkor megint Megint, mit tudom, felébred, meg vissza, vissza zökken abba a lélek állapotba is. Tehát, hogy a, az egy dolog, hogy a csaj idejhez képest az övé, mert a csaj felől nézve, az övé mennyire gyorsan ilyen montásszerű szempillantás alatt telik el, de hogy ezáltal számára is ilyen gyorsan telik, mert a két SMS között él, és hogy a, a között így, így lepereg az élet. És ahogy mondja is, van egy ilyen, azt hiszem, hogy, hogy évszakok jöttek, mentek, és most megint nyár van, meg az ilyenek. És fú, tehát ez kurva erős, nagyon, de nagyon durva. Igen, ez rohadt nyomasztó. Ö, valami eszembe jutott, de most meg elfelejtettem, bassza meg. <laughs> Úgyhogy átadom a szót, majd <laughs> is visszaadom. Ja, hát én... ez, hogy ez, 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 ez a szép nyomasztó, tehát a érzéseket ezt nagyon jól átadja. És a másik, ugye tényleg ez a másik olyan dolog, ez az általános ilyen dolog, ugye ez, hogy tényleg, hogy folyamatosan távolodnak el mindentől, és hogy tehát, hogy még ha ugye a földhöz hasonló dolgot is talál, az is teljesen idegennek hat neki. Igen, igen. Az milyen jó, mikor megtalálja azt a másik igen. helyet, és feltámad benne a földi Síriust vagy már nem is tudom, hogy Lehetséges, igen. a magyarokat megtalálta volna különben. Igen, a atlantiszi no. fény magyarokat. Úristen. <laughs> <laughs> időben lehet, jól is lett volna. <laughs> Na, közben eszembe jutott, hogy nekem ma izé ö, ugrott be erről a filmről, a, amikor a másodpercenként 5 centiméterben nézték a kilőtt rakétát, hogy mintha csak Ó, igen. azon a rakétán ült volna ez a csaj, mert hangulatban a világba, adtak, ugyanaz volt a kettő. A másik meg, hogy egyébként erről a fajta háborúról írtak egy regényt örök háború címmel a Joe Haldeman, ami egy tök jó regény, ami erről szól, hogy hogy lehet egy háborút úgy vívni, hogy két csata között az időugrások miatt az ilyen ö, ö, fény és fénysebességes, tehát egyik helyről a másikra a hadseregek fénysebességgel utaznak, és tök más, hogy telik nekik az idő, mint mindenhol máshol. Hogyan zajlik le így egy háború, hogy két csata között eltelik alapesetben 30 év, meg ilyenek. De az, egy, az egy kurva jó regény, és az, mint mintha csak erről a háborúról íródott volna. Ez elképesztően kemény. A... Ja, úgyhogy ez egy tényleg nagyon súlyos, súlyos story. Igen, és akkor tényleg, és ez a zsernyálcs az egész, vagy tényleg megy ez a intergalaktikus háború a univerzum másik peremén, és össze van vágva azzal, hogy a srác áll a hóesésbe a vasúti átjárónál. Tehát, hogy így... Igen, meg hogy... És van a jelentőség, tudod, hogy az egyik, a, a szerelmes pár egyik tagja az a végtelen távolságban van így a jövőben, tehát amerre az emberiség globális jövő célja és törekvése és motivációja mutat. Ő pedig még mindig otthon a, a vidékinek tűnőtök, mindegy egyébként hol van egy ilyen, ilyen fiktív tér, tehát amilyen a vidék nosztalgiájával rendelkező vasútállomásnál tengődik, és akkor így felnéz és akkor na hát nyár van, tudod, mint a tegnap lett volna a mi nyarunk. A hóesésben. A hó hát nyár van. Szóval, igen, nem úgy telik az idő, mint ahogy gondoltuk, de hát ez, meg ez is milyen érdekes, tudod, hogy a a srác a földön, az teljesen a múltban ragadt, tehát az mindig nosztalgiázik, de a csajban pedig mindig az a motiváció, hogy majd a jövőben, tehát hogy ő majd visszatér és akkor ez, ez a kettő is, tehát tök széttartóvá válik ebben az értelemben, mint a kicsúszó időnek az analógiája lenne az ő időhöz való viszonyuk is, meg, a, meg ez, is, ez is, benne van különben, tehát most ezt már mondtam a szemkorában, korábban, de most beugrott még valami róla, hogy ez az ilyen abba a várakozást, már ki is hibáztathatna egy év után, hogy most akkor izé, és akkor, hogy ez a, a különféle világszemléletek nincsenek tekintettel egymásra, vagy az ilyen szubjektív idő élmények Nem tudják egymást tolerálni. Tehát, hogy a, és hogy ez, ez okozza azt, hogy ugye a szeretet nem feltétlen. Tehát ez, a, ez az álláspont látszik itt megfogalmazódni, hogy a, hogy a szeretet az nem egy korokat és tereket átszelő ö, dolog, hanem egy ilyen profán valami, ami elveszíti a varázsát, és így lecsupaszítják. Ilyen, ilyen nagyon profán dolog, egy lerántják a szerelmet a földre, és így kivégzik konkrétan ezt az, ezt az eszmét, nem csak a szereplőket, meg a nézőket, hanem magát a a szerelmi eszmét ezzel a, ezzel a dologgal. Hát ez elég, elég kemény, de megint ez a, Milyen. ez a, a korai, életmű korai motivációja a szerelembe vetett bizalomnak a megrendülése és a lebomlása. Tehát szerintem ennek ez a, ez a legjobb, hát a, rövid filmek között nyilván ez a leg... De az egész életműbe különben ez egy kiemelkedő dolog. Hát nekem azért az új kedvencem az a macskás egyperces farság lett, azt szerintem csak azért, az... mert kilóg a sorból. Igen. Csak azért, mert végre egy inkáj sinkájfilm, ami meg tudott lepni. De csak azért tudott meglepni, mert a többi olyan volt, ami ilyen. Ez kurva mély. Hát megvan. <laughs> <laughs> És akkor menjünk tovább a, a fő attrakcióra valószínűleg, ami miatt a legtöbb hallgató valószínűleg rákattintott a videóra. És most zavása. arra elment és most arra már elment a, miatt összegyűjtünk itt a In the First Place uh, in Szuzume the days. Yeah. In the First Place in the early This days. is the promised place in the adás is... Igen. <laughs> Szuzume uh, Makoto inkább új filmje én nekem volt szerencsém úgy megnézni, hogy előtte nem láttam uh, a filmet hát. előzett, a filmet se láttam előtte <laughs> és az előzetesét se, mert szerencsére nem adták a magyar mozikba, és így nem futottam bele akarva, akaratlanul, és igazából nem is tudtam, hogy miről fog szólni, annyiról tudtam egy olyan IMDB, tri IMDb triviát, olvastam, hogy elvileg, hogy össze lesz kapcsolva az előző két filmmel, hát ez nem, tudtommal nem történt mm. meg. De... Mint az a, tudod, Nekem melyik két film, amikről Persze, beszéltünk. Persze, igen, ez az elmúlt, nem, az elmúlt, összes film, amiről az elmúlt X sima beszéltünk, ilyen prequel, sequelnél. Tehát... Egyiknek sem volt köze másikhoz, de, de, az, találtunk ilyen az prequelt, meg találtunk egy filmet, ó, megjelent, és ez valaminek az előzménye, megnéztük először az előzményt, aztán a folytatás, és kiderült, semmi köze egymáshoz. Kurvára semmi köze igen, na itt, itt, megint ez történt, tehát hogy itt nem találtam fölfedezni, itt az internet megint becsapott. ilyen ne téren. el mindent, amit a neten olvastok. Igen, igen. Csak azt, amit így. a moziban láttok, az a valóság. vagy amit a film néző igen. podcastben hallottok. Meg amit mi mondunk, persze, az interneten. Na igen. Hm. Ez egy idézett Petőfi Sándortól, hogy nem szabad elhinni mindent, amit az interneten olvasok. Igen, igen. És igen. hallasz. Ja, én is igen. így láttam egyébként, én se tudtam az égvilágon semmit róla. Igen, igen. az Azt hogy ajtók. Azt a, dal, a dal az szembe jött velem, az a. Klasszikus, hát ami az, az... egyszer felszólal a filmbe. Ja. És. De onnantól, igen. vagy hát, na szóval. Ha... Igen. Igen. És hogy. Tehát miről szól ez a film? Meg akkor annyit elmondanám, hogy akkor most elmondjuk, hogy miről szól a film, utána egyesével elmondja mindenki, hogy neki hogy tetszett, és akkor utána pedig spoilerezni fogunk a igen. hallgatóknak. Azon hogy, ponton el kell menni moziba. De nem hiszem, hogy igen, azon <laughs> ponton el kell menni moziba, valószínűleg a másik többség pedig úgy hallgatja ezt az adást, hogy már látta ezt a filmet. Aki meg nem, az meg a Makatos filmeket, pont. Na. Ö, tehát arról szól, hogy van a Suzume nevű lány, aki a nagynényével él, mert ugye fiatal korában meghalt az anyukája, és egy napon szembe jön vele az utcán egy helyes fiú, ö, akit igazából elkezd követni, mert a, a átjárónál visszafordul. Ő, igen, <laughs> igen, igen, az fontos, de nem ott találkoznak. És, nem. Hm. és az a lényeg, hogy ugye, hogy ez a srác, ő egy ilyen őrző, aki azt őrzi, hogy egy féreg a másik dimenzióból ne jöjjön át a mi világunkba. Egy démon féreg. Egy démon féreg. Egy terror És ajtókon keresztül, amiket a, ezeket az ajtókat egy ilyen mágikus kulcsal kell becsukni. Tehát, hogy a, és ezeket a mágikus kulcsal be kell csukni, és akkor ha becsukja, akkor nem jött át. Aztán kinyílik máshol egy ilyen ajtó, és akkor ott megint be kell csukni. És így ez a feladata, és az lesz itt a konfliktus, hogy egy ilyen ajtót így együttes erővel sikerül becsukniuk, és akkor a srác ö, ott tölti az éjszakát a lánynál, de viszont megjelenik egy macska, aki szintén egy, aki egy isten, és elátkozza a srácot, és egy székké változik, és onnantól kezdve ez a konfliktus, hogy üldözik ezt a macskát, hogy visszaváltoztatsa a székből a srácot emberi alakba, hogy be tudja csukni az ajtókat, és amíg ő ugye székké van változva, addig a szuzumére hárult a feladat, hogy ő csukja be ezeket a kapukat, és a démon férgek ne jussanak át. És innen a... road movie. És, és innentől fontos, road movie. A srácot úgy hívják, hogy súta, és amikor háromlábú székké változik, a valóban suta lesz. <laughs> igen, de különben csak, hogy a, a kocoskodás is szóhoz jusson, tehát nem szék kiváltozik, hanem belenyomasztják valami mágiával. Nem elátkozza, azt mondtam, hogy elátkozza, elátkozza az de, jó, hogy a, de hogy a szék az létezik korábban is, tehát az a szuzumének a széke. Igen, igen, jogos, jogos, igen. igen. Csak Bezárják bele... a testét egy létező székbe. Igen, igen. Van. Aminek igen, ugye... Van van emberi arcszerűség. Azt hiszem pont nincs, de ez a kommunikációban nem zavarja. Igen, van egy nagyon bizarr jelenet a filmben, amikor Suzume ráül. Meg ráül, olyan is van. Olyan is van, de amikor így ráül, az nekem ilyen nagyon fura volt, hogy így egyszerre vicces volt, de közben így irtózatosan kényelmetlenül éreztem magam, de jó. Tehát és igen. És akkor akkor ez egy, ez, ez azért... egy japán film még mindig. Ha, anílik, meg azért ég, anílik, anílik, mondanék, tehát, ahhoz, hogy japán film, az, az hozzáadnám azt, hogy a IMDB triviaként ott van, hogy eredetileg a Shinkai egy leszbikus kapcsolatot akart, hogy valószínűleg azért van, hogy a srác lányá változik, vagy nem tudom, valami ilyesmi. De hogy hát ezt hát a... De ezt a producerek ö, túl kockázatosnak gondolták, ugye, hogy a konzervatív japán társadalomnak egy ilyen történetet belerakni, és akkor tehát mi a, tehát egy, ez annyira szép szerintem, hogy a japán társadalom előbb elfogadja, hogyha valakinek egy székkel van kapcsolata, mint sem egy azonos nevűvel. Tehát, hogy... Hát igen, ez olyan, mint hogy a, a fikciós spektrum két vége egymásba találkozik, tehát a, igen. a, a túlzásba vitt cucc az előbb fogadható el a negatív irányból közelítve, mint a pozitív irányból a kevésbé gáz. De különben ilyen, ilyen hogy, a, hogy a producerek leszavaztak valamit, ilyesmi volt zenével. Hát azt hiszem, mert ebben van, van, egy csomó uh, mi az, aki utalás, tehát a van utalás zenékterén, meg más filmekre, és azt a van egy... hercegére. A, arra is. Kildában. És hogy a, De azt hiszem mondtad ott egy ilyet, volt egy interjúvel a Letterboxdon, és azt abban, abban mondta, hogy, hogy azt hiszem nem ilyen nem kibli utalás volt, de valami zenével volt ilyen, hogy na az se volt kifejezetten PC, de amikor mennek a kocsi ott a filmnek a második felében, és akkor nyomják a zenéket, akkor volt egy, amit nem raktak bele emiatt. Mert hogy így ez túl kevéssé izé safe space. Take space. Mondjuk és egyébként... egyébként... Szék space. Na, akkor egyébként megsiptek ezt, tehát, úgyhogy egyébként Bocsánat, mondjam. csak annyi, hogy szerintem ezzel amúgy nyert a film, tehát ez a... Nem, 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 nem ez igen, a... Ezt akartad is? Hogy ez a három nem, nem, szék, nem, nem, de egyet értek. Tehát... Jó, hogy ez a háromlábú szék ez sokkal poénosabb, mint hogyha... Tehát effektíve azt kell elképzelni, hogy háromlábú három szék rohangál. A, a brutál akció jelenetben. A tehát... e brutál akció jelenetben háromlábú szék kerget egy macskát, és így rohadt jó, tehát így... Tehát... Tényleg, tényleg, nagyon jól néz ki, és akárhányszor valaki ezt így észreveszi, mindig azt mondják, hogy jaj, ez csak egy, ez csak egy robot, csak egy játék, és ízitek, milyen, milyen fejlett, és valaki egy nagyon vicces pillanatok a filmben, amik tényleg ez a, ez a tipikus abszurd képi humor, hogy, hogy már maga az a látvány, hogy egy háromlábú szép, roha, szép háromlábú szék rohangál fel alá, már az önmagában annyira bizarr, hogy muszáj vagy röhögni rajta, és így tök jól reagálják le a szereplők ezeket a jeleneteket, meg a film is tök jó, ilyen maraságokat kitalált, amikor például a kisgyerekekkel játszik, az is egy tök jó jelenet szerintem, és ott is tök jó poénok vannak. Ja, és igen, beszélni igen. is beszélni is tud a szék. Tehát az is, igen, uh, igen. azt talán nem mondtuk, hogy hogy effektíve tud kommunikálni, de nem mozog a szája, vagy ilyesmi, csak úgy valahogy ad ki hangot. Jön ki a hang. Tehát úgy, ahogy igen, belement igen. a test, úgy jön ki a hang. Ez valahogy. Igen. De különben uh, e, a ja. Ez a székben még az is nagyon érdekes, tehát hogy a, ahogy mozog. Tehát már az, hogy meg van csinálva a mozgása, már az az komikus, Köszön. hogy ezt hogy hozták össze. És direkt azt hiszem mondta is a, a rendező, mert ez is volt ebben az interjúban, hogy hogy meg lehetett volna csinálni sokkal ilyen amerikaiasabb, ilyen soft, ilyen, ilyen flow a mozgását, ilyen dinamikusabbra, mint amiről szerintem kávé beszéltünk is a korábban, hogy na az a fajta animáció néha már idegesítő, az ilyen nagyon fővonalas hollywoodi rajzfilmeknél, tehát most szándékosan nem ilyen, és hogy a, a Pixar stúdió intrójának a lámpának a mozgásának az volt a referencia, hogy na valami ilyesmi, ilyen nem, nem, annyira gördülékeny, hanem az ilyen zöty, zöty, zöty uh -huh. mozgást ilyen. akartak a széknek csinálni. De nem is működött volna szerintem, tehát maga az, Szerintem tehát a konstrukciója Most egy, egy ilyen széknek. Igen, a igen, konstrukciója igen. egy ilyen széknek nem engedi meg. Ez egy merev, tömör, egyszerű, egyszerű összeeszkábát. Egy egyszerű, kiderül, mint hogy az ez... az ég. igen, mint az ég olyan, tehát ez egy, ki is derül, hogy ez egy do it yourself tulajdonképpen, ez a filmben azért kiderül, hogy ez nem egy ikea valami. Tehát, tényleg ez egy ilyen nagyon-nagyon egyszerű cucc, és az, az szerintem tök jó az egész, hogy megoldották, hogy, hogy rohangáljon, meg hogy mozogjon. Én nekem pont ezt tetszett, hogy ilyen tök egyszerű az egész. Igen, igen. És egyébként az, nem tudom, nektek a filmbe, hogy ilyen meglepően sok ilyen elhagyatott terület volt ott a közvetlen közelükbe. És És hogy miért volt úgy? Hát gondolom, itt akarták összekapcsolni az előző, meg az utózó film, vagy a két előző film. Hát szándékosan hmm. van így, tehát az a háttérsztori szerintem, hogy, a, hogy a, az elmúlt X filmben a, ez a bizonyos, fú, nem tudom melyik évben történt, most elfelejtettem, de ilyen 10 kb. évvel ezelőtt történt gigaföldrengés trauma szemléltető dolog. A hát nem, hogy amikor meghalt a anyukája, akkor ugye árvíz volt. Uh -huh. És hogy az valószínűleg az a 2011-es cunami volt, ami az atomerőművet is tönkretette. Igen, tette. igen, erre, erre akarok utalni. Tehát, hogy az a, annak a föld, annak a rengésnek. Igen, a igen. És ugye, hogy így annak így. azért vannak ilyen elhagyatott területek, mert hogy ugye, hogy ott elkilettek az atomsugárzás miatt költöztető onnan ugye ilyen emberek ilyen területekről. Igen, és különben ezt is mondta a rendező ebben az interjúban, hogy alapból ehhez a road movie jelleghez az vezette el, hogy ugye a, a csaj indul a... A sztori elején egy ilyen, egy ilyen uh, vidéki hatású környezetből, ami potenciálisan olyan, hogy majd abból egyszerűen jelképes rom lesz, vagy valami ilyesmi, meg hozzáfűzte azt is, hogy. Uh, azért volt ez fontos, hogy végignézze ez a road movie jelleg, mert hogy ez akkor az egész országot megrázta ezt a dolog, de mondta, hogy hát igen, ők Japánban úgy élik, hogy tehát bármelyiknek összedőlhet az egész, és akkor előről kell kezdeni, tehát ezért olyan új minden, és amikor ő itt a nyugatra utazik, mondjuk az ilyen filmfesztiválok alkalmából, vagy ilyesmi, akkor mindig rácsodálkozik, hogy vannak házak, amik így 300 éve állnak, tehát hogy nem és akkor ez ilyen érdekes, meg stb. És hogy ez a road movie jelleg arra volt jó, hogy itt szépen az egész országon végigmegy, és a csaj is ugye végül az ilyen nyugati régióban köt ki felnőtt korára a sztori szerint, és hogy ne szóval ez ilyen érdekes adalék az egészhez. Megmondjuk ez valamennyire megmagyarázza azt a plátholt, ami engem rohadtul zavart az egész film alatt, hogy hogy a büdös francban nem tűnt föl eddig senkinek, hogy ott van egy ajtó. Tehát, hogy ez így, ez így, -hogy, hogy nem tűnt ezt fel, Lehet, hogy nem látszódik az ajtó se. Amit hogy érte, hogy nem tűnt föl, hogy nem nyitották ki? Igen, tehát senkinek nem tűnt föl, hogy ott van egy rom, és a közepén a, foly a kis tavacskának ott egy ajtó van semmibe. Hogy ez olyan... Teh hát ugye hát, annyi tűnt. lehet, ugye nem ezt annyival tudom magyarázni, hogyha igaz az a teória is, amit korábban mondtunk, ugye, hogy a atopsugárzás miatt lettek elhagyatatva a területek, akkor nagyon nem is ment oda amúgy ember, ben... igen. De akkor ezeket nem kellett volna őrizni? Vagy ezeket nem szokták valamennyire? Vagy lezárni? Mert én semmi lezáró. Tehát a kis csaj de. simán oda ment. Igen, nekem, lehet, hogy igen, igen. Ne, nekem fura volt, hogy senkinek nem tűnt ez föl, és látszólag amúgy simán oda lehetett menni. Igen, meg de egyébként én ezt a, ilyen, ilyen prózai indokkal intézném el, hogy hát volt valami, lehet, hogy nem annyira indokolatlan ott az az ajtó. De lehet, hogy tudod, mit tudom én, amikor teljes volt az épület, akkor ott volt körülötte valami, csak pont úgy omlott le, hogy csak az ajtót tette. És akkor értem. Volt később a plázában is egy, és akkor ott a pláza ajtó volt. Igen. Igen az meg okay. a az egy leomlott ajtó. pláza. Igen, tehát ez egy leomlott pláza, oké. Okay. Kabin oké. Okay. Az nem feltűnő, de ez az ajtó nagyon feltűnő volt. Tehát én meglátnék egy ilyen ajtót, ott lehet, a semmi... hogy volt ott fal, csak pont azelőtt omlott le mellőle. Nyilván, igen. Hát én erre gondoltam. Azért volt igen. ott, hogy megtörténhessen a film. Igen, biztos igen. Pontosan. Nekem olyan fura, hogy az annyira ilyen bizarr, hogy ott a Igen, tehát ott az ott nem az ilyen a... filmbeillően állt ott. Igen, igen, és hogy nem ne mondd nekem, hogy te elmennél, mert mit tudom, olyan kedved van, hogy akkor te sétálnál egyet a valószínűleg atomsugárzás a romok között, igen, mert... között. igen. De basszus, mondjuk, jó, tegyük fel, Instagram celeb vagy akkor így már mindjárt érthető, ugye? Azok, azok hülyék már. Vaj, ne vagy nem, vagy eszembe a South Parkból, amikor, hogy apa, hagyd abba a rákkeltést. Igen, tehát, hogy mondjuk, hogy te egy hülye ember vagy, és mellé Instagram celeb is, és el akarsz menni, hogy jó sok kattintást nyerj, és oda hogy akkor, akkor te ott csinálsz fotókat, vagy akármi miatt. Nem tudod, hogy sugárfertőzött, mert turista vagy, de oda akarsz menni, mert szép romok. Meglátod azt az ajtót, nem mond nekem, hogy nem akarod kinyitni ez ilyen apróság, most nem, nem ezzel múlik semmi de engem ez, ja, baj, igen, igen, ez de nagyon fura ez, volt szúzó mert rossz film bebizonyítva igen, A case closed de hogy, hogy nekem ez, ez például rohadtul zavart meg egyébként más dolgok is zavartak a filmbe sajnos én, én nekem tetszett ez a film, de így röviden, tömören azért én nem annyira ájultam el tőle bizonyos szempontból igen Bizonyos szempontból nagyon sokat jelentett az, hogy moziban láttam, és ez sokat hozzátett, mert audiovizuálisan azért írtózatosan ott volt a szerep a film. Igen. Uh, viszont a történet az nekem nem annyira működött, és főleg emiatt a, emiatt a fantasy story miatt. Uh, szerintem ez egy kicsit össze volt. Innen-onnan pakolva ez az egész. Kulcsok, démonok, ajtók, kulcsőr, zárók, Székké változtatás, átok. A végén volt egy-két nagyon furcsa fordulat, ilyen nagyon a semmiből hoztak ki sztori Most még nem spoilerezünk, úgyhogy nem akarok itt konkrétumokat elmondani, de ö, bocsánat, nem sztori hoztak ki a semmiből, hanem fordulatokat ilyen nagyon fura, így a semmiből előhozták, hogy ezt lehet csinálni. Tehát a szabályokat olyan nagyon a logikátlanul a semmiből hozták elő. Engem ez zavart a filmbe igazából. Ö... Ja, úgyhogy most elmondtam a legfőbb kritikámat az egésszel. Mm. És te, ebben az az érdekes, hogy igazából én egyetértek veled, mert szerintem is a fantazi része egyrészt az a leggyengébb pontja a filmnek, másrészt pedig tényleg full bullshit volt az egész. Igen, tehát így abszolút, hogy hm, hogy kéne? Hát ide most olyan jó lenne, hogyha ezt a dolgot, ezt a konfliktust megoldanánk, hogyha lenne egy ilyen megoldó kulcsunk. Hát figyelj, akkor most már van ilyen megoldó kulcsunk, tessék, és akkor ja, akkor megvan oldva. Igen, és de hogy, így zajlott. De ökszor. hogy ettől függetlenül, tehát hogy tényleg az audiovizuális élmény egyszer, másrészt meg nekem, tehát hogy tehát és másrészt nekem meg a minden más, tehát a karakterek, a uh -huh. Igen. a, 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 a humora a filmnek, és hogy tehát szerintem ez volt eddig a legderűsebb ilyen makatos inkább film. hát ez... Olyan. Nem, szerint, szerint, az... szerintem tehát messze ez volt így a legderűsebb az egészben, és itt tényleg a, főleg a, a második fel, és az, hogy a második felére arra teljesen átment tehát azzal a srác a kocsiával, és a, hogy a Spotify-ra rakta a zenéket közben, és a, nem nyílt le a napfénytető meg. Tehát Igen, így, az a napfénytető, az jó poén volt. Tehát így, tényleg, és így, én, hogy az volt az egész, hogy elkezdtem nézni a filmet, és így, így, néztük, és így egyre és hogy elején annyira így nem igazán így tudtam ráhangolódni, de hogy így ment előre a film, és így egyre ezek a hétköznapi szituációk, vagy amikor tényleg, amikor rohan a a szék, és ott a Twitter nézik, és ott azt a bosztonos robotkutyával van ott berakva, meg ilyen, tehát ilyen, a hétköznapi egyszerű dolgok, meg hogy az irodában a csávó gépén Excel van megnyitva. Tehát, hogy ilyen, igen, 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 igen. <síthat> tehát ez összes ilyen dolog, egy annyira összeadott, és annyira felhúzott így a saját hangulatára, hogy én így a végére tényleg minden mást, ami nem fantozi volt, azt én így tényleg így ettem a vászonról, és így teljesen átadtam magam az élménynek. Valószínűleg, hogyha itt a fantasy részt is tényleg így összeteszik, akkor én lehet, hogy itt nálam ez lett volna a legkatartikusabb az egészben. Uh, így tira. csak szimplán én énnek én egy nagyon-nagyon jó élmény volt ez az egész. És itt tényleg így az az érdekes ennél, hogy itt ugye mondjuk egy ornél, ott pont szerintem az a fantazi rész volt az az egészben, ami itt az egész így mozgatta, itt meg így minden más. Uh -huh. Azzal egyetértek, hogy a karakterek azok szenzációsak, de, de tényleg a főszereplők is nagyon szimpatikusak. De mindenki, a, tehát a... Mindenki és a mellékszereplők is, tehát tök jó, tök jó figurák vannak a filmben, ilyen, ilyen nagyon, ahogy mondtad is, ilyen nagyon életszerű figurák. Igen, és hogy a... de közben meg mindenki, tehát annyira derűs és pozitív, tehát hogy nincsenek nincsenek benne gonoszok, tehát hogy ebben nincs, tehát nincsen senki, aki rosszat akarna bárkinek, Akkor... és annyi, de, de közben nem az van, hogy ilyen, ilyen mű az egész, hanem, hogy, igen. tehát, hogy, hanem csak színek kedves, egyszerű emberek. Olyan kicsit naív, de olyan kellemesen, aranyosan naív ott ott van az a két nő a bárba, meg minden, olyan, olyan cuki mindenki. gonoszok a izék, a szuperterror démonok, akik a gonoszok, itt, itt, ők ugye a, ők a negatív oldal, és így mindenki más full pozitív. Jó, majd nem az vagy spoileres résznél. jó, Igen. A másik, hogy nekem, nekem a végén, bár ez most csak így tehát nekem volt még egy problémám, a végén nekem már nagyon túlcsordult az egész. Tehát így az utolsó 20 perc azzal, a, amikor már tényleg ilyen, ilyen, ilyen nem is tudom, Narutóba ment át a dolog. Világok harca. igen, világok harca, Naruto, itt tudom én, Dragon Ball az már, az már nekem túl much volt, és ott már annyira ez most a negatív értelemben volt nagyon japán és már ott a vége. De, az mondjuk itt tényleg az utolsó 15-20 perc, és azon belül is csak ez a nagy összecsapás ott a végén, az már nekem kilógott, úgyhogy én nekem az se igazán, de azzal egyetértek, hogy tényleg a karakterek azok nagyon jók, a, a humor, a, a film legjobb poénja szerintem az volt, amikor a kiscsajnak a nagynénje az ír egy üzenetet neki, az megvan, arra emlékeztek, és egy kurva hosszú, és ahogy pörg, ja, kitú, igen, és igen, egyre igen. jobban fosik, és mire a végére már jön a következő. Igen, igen. Ugyanolyan hosszú. Igen. Az, az egy annyira jól időzített poén volt, hogy szakadtam a röhögéstől. Úgyhogy tényleg a humora nagyon rendben van, a karakterek, a látvány tényleg... Tehát az a vidámparkos gyerek, jelenet gyerekek, az, Igen. az, az kegyetlen. Tehát az olyan, hogy a Marvel így, így összetenni a kezét, hogy egy ilyen nagy szélhetet össze, össze rakni, rakni akármelyik filmjükbe. Ez egy így, ilyen, ilyen vizuális szőnyekbombázás, ami ott zajlik. És akkor még ott van még az, ami a Tokióban játszódik, az az óriás földrengéses. Igen. de még ha az nem is, is a akció jelenetet nézzük, hanem a, a szimpla statikus képeket. Tehát, hogy, tehát ugye ezek a tényleg, ezek a minden második képkocka ugye a háttérképet. Tehát, hogy igen, hát ez a elektron... ma megszokhattuk. Tehát filmnél, filmnél igen, a filmnél a rendezőnek így van. Van egy olyan durva kép ott a Tokiósnál, amikor kicsit megreng a föld, és így fölülről mutatják a várost az igen, igen. ]kel. Az annyira kurva erős volt az a kép, de az ilyen kis apróság, de ott valahogy így írtózatosan elkezdtem izzadni attól az egyetlen frémtől. Az olyan volt, ráadott. mint a előző filmben a tűzi rész. Igen, pontosan, pontosan. Tehát az, és mondom, lehengerlő az egész, ahogy kinéz. Szerintem még mindig a, nem a leglátványosabb filmje, de az, hogy egy film nem makotos, inkább a leglátványosabb filmje, az még nem jelenti azt, hogy amúgy nem néz ki úgy, hogy össze visszafosod magad a mozi miközben nézed. tehát tényleg elképesztő. Úgyhogy már csak emiatt is rohadt jó, hogy moziba láthattam ezt a filmet, mert ez otthon is büntetett volna, de így nagy vásznon, ez kegyetlen volt. Bár azért annyit hozzátennék, hogy mint audio-vizuális élmény, azért a Bell szerintem még e fölött van. Tehát azt szerintem még ennél is. Orgiában volt. szerintem is, tehát, hogy ez valami ott, ott a... Ott mondjuk inkább az audio volt erős. I igen, egyébként. Tehát az, az erősebb volt, mint a vizuál, de szerintem az egy nagyobb élmény volt nekem. Igen, mert egyébként érdekes, tehát, hogy a hosszodának ott a bálnákkal van mániája, és hogy amikor ott megjelenik az a az a, az, az ilyen hát ez az ilyen technobálna a virtuális Aha. térbe és így bff, na szóval tehát az hú. Nyomnak egy ilyen 8 perces videoklippet, az, az, és te meg így, te még el se kezdődött a film, de te már ott tartasz, hogy mi a lófasz ez, ebből még igen. akarok, igen, és, igen, kar, igen. és kapsz még két órán keresztül. Igen, és tehát itt az... szorul a szar is, tehát, Igen, hogy, igen. Na, igen. Egyébként ez, hát, ha... ez talán igen, Igen. Mond... Nem, hogy mondjam, nem csak micsoda. annyi, hogy csak azt akartam, hogy, hogy ez, ez nekem an, akkora élmény nem volt, de volt egy két szájtátós jelenet benne. Ennyi. Igen, hát egyébként én erre a vonalra csatlakoznék rá, tehát hogy nem, most lehet én leszek a legnegatívabb hang, de akkor majd most mondok valami szart, és aztán kifejtem. Tehát, hogy én, én azt figyeltem meg, hogy a Sinkai Makoto életmű az a az a, ezeknek a pátoszos szerelmi, be nem teljesült és be nem teljesülhető halára ítélt szerelmi történetek kifejtésének a, a, a csúcsajáratása, aztán pedig az elinflálása szépen fokozatosan. És akkor a, ezt, ezt egy kicsit tágabb kontextusba tehát akkor most az életműre is, így mindenestül. Tehát, hogy jön az egész. 2000-es évek, már a 90-es évek stílusú, 90-es évek vége stílusú anime -e kifik felől, ahol az ilyen felső fogom igazából mi történik a filmben, mert annyira geciálvont, és csak nézem a képeket, és befogadom, és akkor majd, majd podcast közben kifejtjük, hogy amúgy mi volt a sztori, jön e felől, akkor eljut az 5 cm per másodperchez, ahol úristen, ahol a, a szerelmi történet eléri a csúcsát, nagyjából, és akkor utána szép, lassan átfolyunk a egyre inkább ilyen befogadó filmek felé, tehát a Jorném azért még az egyértelműen a csúcs kategóriában van, de azért már abban is érződik, hogy izé, és akkor utána a Weathering with you nál már el is tűnik, tehát ott volt az a poén a szemadás közben, hogy a, ott így kameózik a régi karakter design, aki már a nagymamájánál lakik, és ő már letett a szerelemről, és akkor így most igen, a... az... Igen, az... azt utána meg is néztem, és az, az, egy, az egy nagyon bizarr jelenet egyébként. Igen. Úgy. tehát, az úgy tudod, tehát az... Igen, amikor már tudod, hogy ott mi történik, akkor az egy ilyen nagyon fura, nagyon meta jelenet. Igen. De jó, az, az nagyon jó volt. És hogy egyébként akkor a, az adásunk végén én valami olyasmit mondtam, és ha nem így van, akkor az összeférhetetlenségek miatt nem válok felelősséget. Az egy másik ember volt, egy másik életből. És hogy na, akkor azt mondtam, hogy olyasmit várnék a következő Sinkai Makotó filmtől, hogy ezen a vonalon, tehát az ilyen konzumer élmény felé haladás vonalon tesz még egy lépést. Viszont nem lett teljesen igazam, mert itt azért visszaköszönt a korábbi karakter de egy ilyen kompromisszumot érzek. Tehát, hogy nem ez az ilyen full gyerek, mint a Weathering with ahol tök más volt a motiváció is, hanem itt, az, itt azért egy még visszaköszön a régebbi motiváció, meg a régebbi karakter viszont az egésznek a hangulata az ilyen nagyon gyerek. Tehát amit mondtatok ti is, hogy, hogy amit lehet, úgy mondott, hogy nagyon jó hangulatú, te pedig úgy, hogy ilyen sehonnan derűs. jött, derűs. Igen. Azt én úgy foglalnám össze, hogy ez az ilyen életem végig táncoló gyerek lelkület, és hogy ez a film minden ponton, ahol a korábbi filmek két és fél órára leragadtak volna, az két és fél perc alatt tovább táncol, és megoldja a, kom a, a konfliktusokat, vagy, vagy leginkább igen. tudomást vesz a konfliktusokról, csak elbagatelizálja el őket, meg elpoinkodja őket. Mert pont most néztem tegnap a porkorosszót, és akkor eszembe jutott, hogy hát pontosan, tehát ez kicsit ilyen gibli kép lett, hogy ott is a végén, amikor van a mindent eldöntő, most bocs lesz spoiler, már a amikor van a, a, végén a mindent eldöntő izé légi harc, és akkor a végén el kell azért poénkodni az egészet, hogy a, hogy az egésznek a nyomása és a felelősség, ami ahhoz a harchoz társul, meg az egésznek a tétje, az ne egy ilyen mindent eldöntő pontban kulmináljon, és akkor ott eldőjön, vagy ne, hanem feloldódjon ebben a hülyéskedésben. És akkor mi ne vettünk egy jót az egész világon, a probléma meg így eliminálódott, vagy valami ilyesmi. És akkor itt is ezt érzem, csak nem a, nem a film végi nagy nagy dologgal, mert azt megoldják a klasszikus ilyen shonen behajló fájtal, uh -huh. hanem itt az összes kis lokális problémával, hogy itt tovább a problémáktól, meg ilyesmi. Ö, egyébként szerintem ott is van, a sonenes résznél is van, csak azt majd a spoileres résznél kifejtem, hogy mi. Igen, egyébként. Ö, nekem ott is eszembe jutott valami, most, ö, most jutott eszembe, ahogy mondtad. De hogy majd térjünk vissza. Ott, ott, maga ez a shonen jelleg szerintem, tehát ott, ott forma nem egy konkrét példa jutott eszembe, csak spoileres lenne elmondani. De szerintem, igen, igen. tehát itt azért a legnagyját elmondtuk a filmről is, hogy akit valószínűleg amit mondani fogunk róla, ezután azt a, azt valószínűleg azt fogja hallgatni, aki már látta a filmet, ha meg nem láttad még, akkor nézd meg és gyere vissza. Mert, szerintem igen, szerintem szóval. nyugodtan, igen, tehát, hogy mostantól jó, spoilerezhetünk, jó. és spoilerezni is fogunk. Úgy, aki akkor... még nem látta ezt a filmet, az nézze meg, és, és vissza amíg, hozzánk. ha még vetítik valahol, akkor mindenképp moziba. Moziba, igen. Ezt Mert hát, később behozzák Később megköszönöd. Igen. Igen. Az meg a másik, hogy a következőt is szeretnénk. Nem tudjuk mi mi lesz az, de akarjuk. Ha másért nem is, akkor azért is, hogy az arra következőt behozzák. Így van. <laughs> Ez ilyen emelemnek hangzik most már egyre <laughs> inkább. Ilyen <laughs> multilevel anime <laughs> forgalmazás. Ég. Ja, Ezért gondoltam a végén, amikor ö, ö, ugye már a szék lesz a zárókő, és ugye beragad a, a Tokiói jelenetben, hogy, hogy vissza tudják üzni a démont. Igen, Tehát igen, konkrétan ugye utána a csaj egyedül marad, a szék pedig ugye ott van abban a hát ilyen félig létező, félig nem létező térben ott a démonnal. Tehát konkrétan nem pont erről szólt a The Place Beyond Early Days? Hogy ott van a csaj a toronyba és a két csávó próbálja kiszabadítani? Igen. Tehát hogy egy komplet film de arról igen. szólt, amit ez a film 10 perc alatt megoldott. Csak ez jutott eszembe róla, hogy igen, valóban igen. ő régen ezeken a témákon másfél órákig elmeditált. Igen, de és pontosan. Majd tehát, még, hogy... még mondjátok, hogy ez miért rossz, és akkor elmondom, hogy szerintem ez miért jó. Én nem mondom, de hogy rossz, de... csak ez jutott eszembe róla. Igen, tehát, hogy én szerintem szerintem ezzel szabon... alapvetően úgy nincs baj. Igen, szerintem kifejezetten nincs ezzel baj, és az egész életműben... Akkor nem, nem jó, hogy nem tudok akkor ellent mondani. Akkor azért is mondom, hogy szarna. <laughs> szerintem tehát akkor ez egy fos. A kurva anyját a sinkai hogy képzeli hogy képzel, hogy egy filmnek senki, jó hangulata van? Kenki nem őrizte azt a nyomorult romot. Csak úgy hát simán oda a csaj az ajtóhoz. És ha, ha nem is volt Ekkora ott senki, hogy őrizze film. a kapunál lelője, akkor miért nem halt meg sugárzásban? Hát hogy ez van ez? ez? Hát, de hogy a narancsokat a... is összeszedték. <laughs> Igen. De milyen, de az, az, halad... az, az milyen jó volt, azon besírtam, az jó volt. Igen, és a legjobb az, amikor amikor a végén így az áruk mellől előkap egy biciklit, ez ilyen teljesen normális ott Japánban, hogy így a, a semmi közepén vannak, ott vannak egy kis domboldalon, és így elindul a csaj csajgyalog, ó nem, utána megyek, és így fölkap egy biciklit, és így elindul, hogy így, mi a fasz? Igen, <tosz> Tehát minden egy arhaikus van egy biciklit. biciklit. <tosz> az olyan jót röhögtem, a, a, a random ö, jelenet, de a, a Need for Speed film jutott eszembe, ha még emlékeztek arra a borzalomra, hogy a hogy a csávó fekszik a kórházba és, és nézni a, vagy azt hiszem a csaj fekszik a kórházba és nézni a pasiát, éron, ki kimást, hogy megnyeri a versenyt és így oda szól az ápolónak, hogy hozna egy laptopot, ahol megnézhetem a versenyt, és így hoz. Tehát ez <laughs> így, <és a> ralló, <laughs> Igen. nyilván ez így működik. De meg különben még erre példa, tehát hogy ez a hogy ugye van az, amikor a ott a, a pótanyával összevesznek nagynényével, aki ilyen, ilyen ilyen rettenetes anya alhettipust kezd el megvalósítani. hogy zárójel pont adását beszélgettük le el a, a mm -hmm. Boys Afraid című Ari Aster filmet. Tehát azt nem láttam még. Csak ide, ide ez a téma körhöz, ezt a filmcímet itt, itt hagyom, és nem mondok semmit, hogy így. <laughs> igen, aki látta, tudja. Igen, aki látta, tudja. Igen, a padlásos jelenet, igen. Na szó, szóval, és mm -hmm. hogy tehát itt is van az ugye, amikor összevesznek nagyon keményen, és akkor kijön a, a Sadai Jin, a fekete mm -hmm. cica, az izéből, és akkor fújt most lesz valami, és nem lesz semmi, hanem elcicáskodják, És akkor ez megoldotta. De akkor mi volt ez? Mert az érted, már, akkor Az már átcsúszik abba is, hogy a fantasy is ilyen teljesen random dolog, tehát ez Igen, az egész Fantasy Igen. Story száll, meg sem. ott már semmi értelme az egésznek szerintem. Igen, és hogy egyébként ezt, amit most mondunk, ezeket most felhasználnám arra, hogy beépítsem a, az életműben elhelyező, a filmet, az életműben elhelyező logikámba az egészet. Tehát a, a, filmek, a filmjeiben a kb. az 5 centi per másodpercig, és, és, hát nem igazából a, a Your a, a, az ominózus eltűnik a kulcs pillanatban a másik fél jelenetéig bezárólag fokozódik. Az a jelleg, hogy a, a világ az úgy történi magát, hogy a kapcsolat ne jöhessen létre. Tehát addig, odaddig. addig fokozódik, és onnantól kezdve folyamatosan gyengül ez a hatás. És hogy mostanra teljesen az ellentétébe fordul, tehát itt a világ pont fordítva működik. Tehát nem úgy, hogy elkezd késni a kurva vonat, és nem történhetik meg a valami, és a fentezi olyan logikát ölt magár, hogy elválaszza őket, hanem itt mindennek meg kell történnie, ami a sikerhez kell. Eddigi, az eddigi makotó filmekben még hogyha már a Weathering már máshol is volt a hangsúly, meg ilyesmi, meg izé, akkor ebben pedig már a teljes ellentét a korábbiaknak, ahol semmi nem történhetett meg, sőt minden tilos volt, ami segítette volna a szereplőket, itt pedig minden kötelező. Tehát itt, itt teljes az ellentétében van a sinkai makotó, mint eddig, és egyébként, hogy ez baj vagy sem, hát ez, ez hé, mindenki dönts el, én csak itt tálalnám ezt a megfigyelést, hogy és tehát igazából ez nem baj, csak ebből jön egy kis, kis izé, kis kér kérdezgetés, hogy akkor miért? Tehát meg, hogy mit nyerünk mi ettől? Mert hogy a, korábbi filmektől nyertük ki, hát a, 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 lelki világunk halálát többszörösen, tehát hogy az, az befigyelt, hogy minden film az így megöl, ez meg egész végig ilyen, nekem ilyen egyenélmény volt. Azt hiszem a Wes Anderson filmével kapcsolatban szoktam mindig felhozni, hogy az olyan, mint egy kompresszált podcast hangsáv, hogy mindenkinek a hangja az ugyanazon a szinten mozog, mert szépen rá van küldve, és nincs kilengés az érzelmekben, meg az intenzitásban, hanem egy szinten mozog. És na, kicsit ez a film is ilyen volt, hogy adódott egy konfliktus, vagy egy ilyen érzelmi pillanat, amiben el lehetne merülni, és akkor jött a hülye humor, ami ami elintézte, és lehet, hogy a humor önmagában jó volt, de a drámai dolog miatt az ambivalencia nekem egy kicsit kinyírta, és fordítva is működik, tehát hogy a, a humor pedig lehúzza, az, vagy na, most ugyanazt mondtam el még egyszer, de hogy képzeljük el, mintha fordítottját mondtam volna, tehát hogy a, a, az élmény nem az, hogy fele más marad, és emiatt ebből a differenciából kifejlődik egy valamilyen Lelki nyomás vagy ilyesmi, hanem épp, hogy mindig, mindig elmegy a középúton, és akkor a végén kiukad a végeredményhez, ami a közepén van. És akkor így most, oké, okay, végignéztük Japánnak a trauma, traumatizált ö, ö, földrengéses ö, helyszíneit, meg bejártunk egy csomó mindent, meg nosztalgiáztunk, de nem pátososan, ahogy régen, hanem ilyen. A, ment a régi filmekben, hanem ilyen kis az aranyosan, meg, meg könnyeden, és akkor kijutottunk a sehonnan a sehova. És volt egy ilyen makotó élményünk, ami amúgy jól nézett ki, de hát azért szerintem, na, szóval a Weathering With You, az szerintem szebb, a Szavakkertje az is, meg hát igen. Ez kicsit lefigymáló volt, de Lehel mostanra biztos megélezte a kést. Úgyhogy most de nem, ne, nem, nem, én, én csak azt akarom, hmm. én azt akartam mondani, hogy szerintem ez, hogy ugye, hogy ebben a filmben így minden konfliktus nagyon gyorsan megoldódott, meg így minden klappolt, meg mindenki ilyen derűs, és tényleg humoris, sokkal több humor és poén van ebbe a filmben, mint a korábbi filmébe, És hogy én nekem azért azt tetszett ez ebbe, és szerintem az volt itt a, a metodikája a mesternek is, hogy itt ennyi szenvedés és lélekörlés után mi mi, mi nézők is, és ő is egy kicsit megérdemelte, már megdolgozott érte, hogy itt így minden klappoljon. És így, tehát így, ez a, szerintem ez az, ez az egész elképzelés ebbe a film mögött, hogy akkor most megcsináljuk igazából azt a, amit eddig csináltunk, csak most, most így nem, nem kell, fogsz annyit zakogni, hanem itt igazából így minden tök jó. És igazából az történik, hogy itt megkapjuk ugyanazokat a pontokat, meg a, ugyanazt a teljesülést, csak hogy aztán mégis az is gyorsan megoldódik, és az is gyorsan megoldódik, és ő is segítőkész, és ő is jól megy, és így, és minden, minden, mindig klappol, és mindenki tök derűs, és tök jók a poénok, és a srác azon agyal, hogy milyen zenét rakjon be Spotify-ról a filmnek a mm, utolsó 20 percébe, a, a, a klimak. klimak na a klimaktikus nem nincs olyan szó. Hát a film klimaxához, Sintem? tehát a... Van olyan szó egyébként. Akkor, akkor, akkor a, 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 a Nem klimaktikus. vagyok benne biztos. Klimaktikus, de a film... de klimaktikus, nincs, de... Igen, 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 azért jó, jó. Igen. klimaxikus De köszönöm, Black Sheep, hogy Én, én, tett, megprób hogy... én megpróbáltam mellé de állni, de hát ez... Arra a pontra, eséltene. ahol klimaxolta. Tehát, hogy ez. Igen, igen, a csúcspontjának a film előtt még nem sokkal továbbra is az van, Nagy hogy ülnek a kocsiba, és a legnagyobb konfliktus az, hogy a srác nem tudja, melyik számot játszala a Spotify-ról vezetés közben. És hogy én ennek így örültem. Tehát, hogy ez hogy ez, igen, ez így... jó volt. És az egésznek ez, ez a, ez a könnyed mi volt? Tehát én tökre tudtam értékelni, hogy így kicsit ilyen makatos inkább gyors kaja, hogy azért megkapod azokat a dolgot, amik a többi filmjében megvannak, de most, de most így sírni nem fogsz. És én így... így és, én mindegy, ezzel... és nekem ez tetszett. Ez nekem is tetszett. A könnyed hangulat nekem is tetszett. Az meg különösen, amit így most te is mondtál, tehát hogy a, hogy a film végén, amikor megtörténik úgymond a mély, hát a film, hát ugye ez a kötelező szerkezet, hogy a film három negyedénél kell, hogy, vagy kétharmadánál kell, hogy történjen egy mélypont, és akkor onnan kell visszajönni a hősöknek a fináléra. És tényleg oda, oda szúrta be ezt a csávót a kocsiával. ami tipikusan egy olyan jelenet, amit így a film első felébe szokás előni az ilyen kis kedves, kellemes, megyünk az úton, beszélgetünk, haverkodunk, stb. Ráérünk. Hű, ráérünk, igen. Ezt az nem az engem is meglepett, hogy... Hát... <laughs> igen, hogy így, ez olyan, olyan kellemes volt, hogy néztem is az órát, hogy van még fél óra a filmből, és még itt tartunk, és hogy ez olyan, ez olyan kellemes. Az viszont már, de ez, ez a része nekem is tetszett a filmnek, meg amit már, amiről már beszéltünk, a karakterek, a humor, az egésznek ez a pozitív, mondom, kicsit naív, de pozitív hozzáállása a világhoz. Ez egy tök jó dolog. Egyébként szerintem ez egy folyamat része a Shinkai Makotónál, tehát már a Your Name ben is voltak ilyen pozitív részek, főleg az elején, ha emlékszel, vagy emlékeztek. Igen, nem, nem, tehát a, ilyen, a, 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 mennyiség a... és a mérték. Netesség. Igen, és aztán a Weathering with You az már szerintem egy pozitívabb élmény volt, vagy hogy mondjam, az egy ott, ott is az is ilyen, kicsit ilyen, ilyen pozitívabb, feel good -abb film volt, ez pedig egy még feel good -abb film. Tehát szerintem abszolút a Shinkai Makoto most ebbe az irányba megy, miközben egyébként pontosan ugyanarról szól ez a film is, mint az összes többi filmje. Tehát így ó, te, amit mondtatok az előbb, hogy megkapja a néző azt a az összes témát, amit az eddigi filmjeibe is feldolgozott, ez így van. Tehát mindent megkaptam, amit egy makatos Sinkály filmtől amire számítottam. Lehet, hogy itt ott egy kicsit megcsavarva, meg nem annyira érfelvagdosósan, de minden itt volt. Az összes visszatérő tematika itt volt. Üh. Viszont az nem tetszett, hogy tényleg én szerintem is az van, tehát ezzel a Gergővel egyetértek ebben, hogy, a, hogy tényleg az volt, hogy ehhez szerintem is ehhez hajlította az egész, az egész világ mitológiát. Tehát itt tényleg az volt, hogy mindent a seggéből rázott ki a rendező, azért, hogy most éppen az történjen, ami a pozitív befejezéshez kell, hogy történjen, amit egyszer-kétszer el lehet játszani, de azért itt nagyon sokszor megcsináltak, és nagyon sokszor ez nekem full logikátlan volt. Tehát például a film a végén bejátsza azt, hogy a zárókő aki ugye a macska volt, az valójában végig segítette őket. Én meg így néztem, hogy. Mi van? Hogy? Hát igen, Te... és főleg, hogy ugye nem is csak az, hogy akkor egész végig mondjuk nem tudnánk mutatni egy nem pontot. Nem, annak ahol nem volt értelme. Semmi. Meg, hogy ugye, mert ott arra játszik, hogy. Akkor, egész, akkor ugye át kell értékelnünk visszamenőleg a macskának a szerepét, hogy akkor ő egész végig csak ilyen bután játszott, meg nem tudom, és akkor a, a negatív kifejezései, meg megjegyzései, hogy most meghal a sok ember, haha az ilyenek, azok csak olyan poénak voltak, meg amúgy ő ilyen kis macska, meg nem tudom. De, mi de volt azért. A célja? azért ez semmi. És ezt, ezt én se értem, és hogy főleg azért nem, mert hogy az első alkalom, amikor felbukkan a macska a filmben, hát nekem az volt az, amikor ilyen horror, tehát amikor így de mozi, nagy terem, nagy izé, hangrendszer, hangos izé, és akkor így mondja, hogy izé, szűzú meg kedves, a izé, barátja akarok lenni, és akkor te zavarsz, és így anyád, és ahogy így Igen. eltűnik, ilyen, ilyen jornémesen, így eltűnt, és a kurva élet, tehát az nagyon ijesztő volt. És onnantól kezdve ez a macska nekem ilyen kurva ijesztő volt, és de közben persze ambivalens, mert ilyen kis aranyos, meg ilyen kis cuki, meg izé, meg güldözi a szék, és akkor ez a vicces, és akkor a a legvégén így kiderül, hogy ó, hát ő amúgy ő amúgy csak azt akarta, hogy játszom, meg nem tudom. Na szóval ez, 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 ez rendkívül következetlen volt. Meg, Abszolút. hát, hogy, hogy ez az izé, tehát, hogy most felhozzuk, hogy ami, tehát az a logika, ami korábban mindennek az akadályozójaként tűnt fel a filmekben, az most mindennek a segítőjeként tűnik fel, akkor, akkor meg kell indokolni, hogy na, akkor ez, ezt itt miért nem fogadjuk el, hogy korábban elfogadtuk, és akkor tehát azért szerintem, mert hogy a, az a, a, mindent akadályozó logika a Sinkai Makotónál egyszerűen kiforrottabb. Tehát, hogy itt nincs, nincs, fedezet, tehát, hogy az a mindent segítő logika, az gyengébbnek, teszetoszábbnak, szétszórtabbnak tűnik fel, mint a mindent akadályozó logika, amit korábban vonultatott fel. Nem építette fel olyan alapossággal. Igen, igen. És hogy a, a korábbiaknál a mindent akadályozó logika, az nagyon szépen kifejtette magából a, a traumákat, meg a mindent, ez meg nagyon hebehúrgyán feloldja, és akkor ebből az következne, hogy a, az fajta traumákkal való megbarátkozásnak a folytatása, vagy a stb. Tehát a továbblépés aktusa, akkor az az volna, hogy hebehúrgyán figyelmen kívül hagyjuk őket. Mert hát ezzel nem, nem feltétlen ö, tudom, hogy most hogy kéne állnom, csak hogy nem mondjak értékítéletet, de ez szóval ez nem, nem tűnik logikus lépésnek, de akkor megmaradok annál, hogy nem szervezett elég jól a film, amikor így dolgozik. Igen, ugyanakkor meg szerintem jót tesz az a... Tehát az most már így kezd egyre inkább látható lenni, hogy tök jól tud a rendező humoros jeleneteket rendezni, jó ritmus érzéke van. Ez a film elég hosszú, két, óra, két órás ez a film, tehát ez egy hosszú zume valójában de, de rohadtó pörög, tehát ennek rohadt jó tempója Ugye. van ennek a filmnek, és pont emiatt a mozgalmassága miatt nem ül le, nem kezd el ilyen nagyon negatív, depresszív lenni, hanem folyamatosan pörög, vidám, jópofa, látványos, stb. Tehát egy tök jó tempójú, tök jó ritmusú film, tehát az kiderült, hogy a rendező ezt is tök jól meg tudja csinálni, és egyébként egyre inkább közeledik szerintem így a, most ilyen degradálónak fog hangozni, de nem annak szánom, de az ilyen mainstream anime felé. Igen, én a korábban filmben... megengedtem magamnak a konzumer kifejezést is, úgyhogy. Ja, igen, annál ez egy fokkal jobb. Tehát Tényleg ez, a, ez az abszolút mainstream, minél több embert megszólítani vágyó anime, ami be is jön neki, mert ez a filmje is rohadt nagy siker volt. Nyilván nem Magyarországon, hanem mindenhol máshol, de hogy, de főleg Ázsiában. Ugye... Mondok egy rendes számokat. Ja, én is néztem valamelyik nap, a, hogy, hogy valami 200 milliót közelíti már igen, világszinten. világszinten. Tehát világszinten. nagyon, nagyon nagyot ment ez a film. És ugye ezt nem, nem, nem 100 millióból csinálták, tehát az, az hozzá kell tenni. Igen. Vagy, hanem ezek azért Ö... elég költséghatékony alkotások. Hát igen, itt gondolom sokat spórolnak az arc animáción. De hogy, de hogy igen, tehát én szerintem ez egy, ez egy Próbálja átformálni az ő meglévő témáit egy befogadhatóbb csomagba, minél több embernek, ö, több emberhez el tudjon ez jutni, minél befogadhatóbban, minél könnyen emészthetőbben, minél szórakoztatóbban, amivel alapvetően szerintem nincsen baj, mert amíg így csinálja addig szerintem ez oké, okay, de mármint úgy így, hogy, hogy ez, ezek nem rossz filmek. Tehát azért egyik filmje se volt még rossz a Jorném óta. Ö, de hogy, de hogy igen, el kell kezdeni most már szerintem azon gondolkodnia, hogy vagy behozni valamit tök új témát, mert azért valljuk be most már tizedjére, vagy nem tudom, hanyadjára nézzük ugyanazt a sztorit. Tehát ez megint ugyanaz a sztori, mint eddig, csak most egy kicsit pozitívabban, meg egy kicsit itt ott megkavarta, de például nekem, mint Sinkály Makoto rajongójának, és egy olyan embernek, aki minden filmét látta, nekem ez semmi újat nem hozott ez a film, maximum tényleg a. Az üde hangulat, de az se új volt igazán csak egy. Ez most, egy ez, most, ez most még még vidámabb és üdébb és pozitívabb volt, mint az előző. Ami egy kicsit vidámabb és pozitívabb volt, mint az az előtti. Ami, igen, meg ami egy kicsit vidámabb egy... és igen. pozitívabb volt, mint az az előtti. És egészen az 5 cm per szekundú még így visszatudunk adni. Addig menni, vissza és akkor, lehet így menni. És igen. utána meg, megint van egy egy másik, egy ilyen. Igen. igen. És uh, Igen, amivel mondom, nincs ezzel igazából baj, mert például ezt a filmet Tök simán, ahogy mondtátok is, oda lehetne ültetni ezzel egy olyan, olyan embert, aki még életében nem látott animét. És szerintem ezzel ugye el lenne. Nem mondom, hogy feltétlenül imádná, vagy tetszene neki, az is előfordulhat, de azt azért, azt azért úgy, úgy nagyjából lemerném fogadni, hogy nem utálná. Mert ez egy könnyen befogadható film. Igen. Viszont szerintem, aki tényleg ismeri a rendezőnek a filmét, az, az itt már azt fogja mondani, hogy oké, okay, megint kurva látványos. Megint benne vannak a, benne van az elérhetetlen, egymás után vágyódó két szerelmes, ami nekem például pont egy gyenge pontja volt a filmnek. Tehát ez a nagy szerelem a végén. Meg Szerintem a az nagy... is random volt egyébként. Kicsit random, a... és nagyon túltolt. Igen. Tehát ott már olyan szinten, tehát a patakokban folyta könnyen mindenkinek, hogy jó van Csak nekem nem, már te... nekem se. Tehát én se, én se hatottam meg, igazából. <laughs> Biztos az itt víz, egy szerelő vagy, és a ah, már jóra mész. <laughs> igen. Igen. Ja. Vagy nem bírom a, a sokáig viselés nélkül, és a Babilonra. Hát, ez... <laughs> ez a cosplayed Á, igen, igen. Na mindegy, úgyhogy én, én kicsit itt azt érzem, hogy egyre inkább próbál a nagy közönség felé menni, tendálni a rendező, és ez egyre jobban megy neki még, nem, még messze nem tökéletes, de egyre jobban megy neki, és közben egyre inkább kezd elszakadni attól a stílustól, ami, ami őt, amivel elindult, de még mindig nem szakadt el azoktól a témáktól, szerintem most már oható el kéne. Tehát én igen. most már rohattól örülnék, hogyha csinálna valami tök új témában valami filmet, és most kimondom peres csinálja meg az egyperces macskás filmet másfél órába, ja, Vagy kettőbe is simán. És meg egyébként tök jó, hogy ezt mondod, hogy el kéne már engedni, mert ez a film ez olyan, mint egy félig elengedett valami. Igen, egy, igen. Hogy is van az a, az a verssor, hogy egy, mint egy rosszul kezdett és meg se kezdett szerelem, csak ez a többi filmére igaz, itt erre nem, itt inkább az igaz, hogy ez olyan, mint egy rosszul kezdett és meg se kezdett új stílus. Viszont mielőtt még lehangolóbb dolgokat, vagy ilyen kritika cuccokat fogalmaznék meg, amúgy nem nagyon tervezek már, mert egyébként ezzel kb. megalékszem, amire most jutottunk, hogy arculatváltásnak, amint a, már a, a Jornémó óta kezdődő arculatváltásnak ez a legerősebb pontja, tehát ennél tovább már nem lehet arculatot váltani, tényleges arculatváltás nélkül. Tehát itt most már tényleg meg kell lépni, a, most már tényleg el kell szakadni a traumáktól, és el, el, mm. átlépni a, 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 az közönségfilmes világba, ami egy jó világ, tehát hogy erről szó se. És akkor viszont akkor hoznék érdemeket, tehát hogy nagyon erős érveket amellett, hogy miért nagyon jó ez a film, meg hogy milyen nagyon jó ö, szimbolikája van, meg minden, tehát már csak abból kiindulva, hogy a földrengés, mint olyan. És akkor ez a ugye a stabil világnak a megrendülése, és akkor a korábbi, ezért is volt, hogy beszéltünk a rövid filmekről, mert azok által kb. újjáéleszthettük magunkban a, a sinkai makotó hangulatot, amit az, az előző adásban is kb. megtettünk a, a filmjeink keresztül, és ott is, amikre hivatkoztam, hogy a, a megrendülő bizalom a, mondjuk ott a szerelemben, itt pedig ugye az anyában, és akkor ennek az allegóriája a való világban is megtörtént földrengés, ami a biztos pontot kizökkenti és akkor egy kicsit analogizálunk, és akkor ugye, hogy a tehát nekem szokott lenni ez az, analogia, az így azt hiszem, már most nem is valamelyik adásban szól, lehet unalmas leszek, hogy a, a, a születés az, a, az, így úgy is értelmezhető, mint, a, mint egy ilyen kopernikuszi fordulat, amikor a, a, a gyermek egy olyan világból, aminek ő volt a középpontja, kikerül egy olyan világba, aminek már nem ő a középpontja. És akkor egy darabig annak az anya a középpontja, és akkor jön egy megrendülés, egy következő trauma, amikor már nem is az anya a középpontja. És akkor ez a trauma adja ennek a filmnek a premisszáját, és ennek az analógiája ennek a megrendülésnek a ténylegesen megrendülő föld. És akkor a. A traumának a kezdetéhez, ugye csak azon az ajtón keresztül léphet át a traumák világába, a, fantaszt a sötét fantasztikumnak a világába, honnét jön a, a földrengés rém. az <laughs> Most nem akarom azt mondani, hogy fallikusan áttör a másik világba, mert az elég furcsa volna, de hát az meg úgy néz ki ez a nagyvörös üze. Na mindegy. És hogy csak azon az ajtón léphet át ebbe a, ebbe a horror világba, ahol először átment, tehát vissza kell térnie az őstraumájához, ugye a az anya elvesztéséhez és a, a, világ, a való világ, a valós világ katasztrófájához, és akkor ott átlép, és akkor párhuzamosan oldódik meg a két témát, de szerintem ez, ez nagyon szép. És akkor ugye ennek a, az emléke, tehát ami ehhez visszavezeti őt, ehhez a kezdeti ponthoz, aholva, ahol ahova le kell szállnia ebbe a mélységbe, ami a személyiségének a mélysége, az életének pedig a kezdete, tehát mindenképp egy ős állapot, ehhez az onnan való emlék, a szék vezeti vissza, konkrétan az vezeti oda, ugye itt a, a vezetővel, az új társsal, aki mellé szegűdik, és akkor ez is egy ilyen felnövés történet, hogy ugye a, ez a kalandfilmeknek szokott a, a nagy a nagy mi, misodája, ö, veszőparipája lenni, hogy a, a, a mellé szegődő társnak a felismerése. És akkor a, a következő lépés meg már a társadalomba integrálódás, hogy akkor nem csak a másik, hanem a többieknek a felismerése is, meg az ilyesmi. És ez is egy visszatérési folyamat, és a, általában ezek az őstraumák, a horrorok, a fantasztikum, stb. ez van mindennek a mélyén. És akkor elindulnak e ketten a társával, és akkor a szék is milyen jelképes, hogy abból is hiányzik egy darab, egy, egy láb, egy ilyen lényeges valami, ami jelzi, hogy ott, ott valami megcsorbult, ott van egy heg, talán egy var, ami néha lejön, és akkor vérzik, és hogy akkor oda most le kell menni, ki kell tisztíteni a, a a sebet, stb. 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 És akkor, tehát alapból ez a dolog, hogy a, a rengésnek és a traumának ilyen féreg szimbolikája van, ami így bekúszik, meg ami csúnya, de ami hatalmas és gigantikus és formátlan, olyan, mint a káosz. Ugye ez szokott lenni, hogy a káoszt meg a semmit, azt, az azok az igazából szinonimák, csak a, hát attól függ, hogy ki mitől tart jobban, nekem a semmi az ijesztő. De, jó, igen, az a, a semmi elmélet helyett a káosz elmélet, a, a Jeff De hogy a. Tehát én úgy szokás mondani, hogy a, tehát a káosz az az ilyen szofisztikáltabb kifejezés a semmire. És hogy akkor beköszönt a káosz, akkor beköszönt a formátlan társadalmat, és szépen felépített házat, és, és konstruált világot, és berendezkedést elsöprő nagy erő, ilyen ilyen férekként, és akkor aztán jön a road movie jelleg. Ugye az egész film arról szól, hogy visszamegyünk az őstraumához, leszállunk a pokolba és vissza. Visszajövünk, és akkor egy, egy újabb, egy magasabb szintre jutunk a társadalomban, mint ahonnan indultunk, és a magunkban is. Tehát, hogy akkor már nyitunk a, többiek felé, meg a világ felé, és a többi, és hogy a, a road movie-nak ezek az állomásai. És akkor jönnek az ilyen népmesei segítők. És az első alkalom, amikor ez megtörténik, az egy ajtóval történik. Az átlépés, és pont mint a Csihíróban, itt is van kapuőr, a, mielőtt belépne a cuccba, tehát megint egy ilyen utalás, és a, a kapu is olyan, mint, mint a, pont a Csihirónál is különben ez a filozófia, hogy átlépni egy olyan világba, ahol más szabályok érvényesülnek. Ugye itt most nem jut át az elején, de a filmnek a struktúráján belül átlép abba a stációba, ahol már az útonlevésnél van. És akkor amikor ide átlép, onnantól kezdve már a kaland szabálya érvényesülnek rá, nem a hétköznapi életének a szabályai. És akkor a film vége meg az ajtó, ugye, megint, ami lezárja, ugye útközben is vannak ajtók, de hát ez az most az, nem, azok, azok nem törődöm. <gül> <gül> Igen. És a, meg még annyit akartam, ugye, nem ezt a végére, hanem a, ugye a, az első trauma az anya elvesztése volt. És akkor jön a pótanya, a nagy néni, és akkor neki van egy megfelelési kényszere, egy szorongása, egy ilyen megcsinált szülői felelősség érzete, um, amivel rá is telepszik a, a meg vissza is tartja az élettől, meg stb. és közben neki sincs életet, tehát zárkózott semmi nemi vagy szociális élet, kb. nulla, és akkor ugye ez a a rettenetes anyakép, tehát még ez is bele szerepel. Persze ez sokkal szelídebb, de mégiscsak ennek a dolognak egy ilyen lepárolt változata. És a, hogy ez is, ez, tehát hogy a, 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 vele párhuzamosan oldódik meg a probléma. Tehát, hogy a, a testvérét vesztett ő, pótanya és az anyát vesztett gyerek, ők közösen mennek el, és, és barátkoznak meg ezzel a, traumával, ami mindkettőjüket aztán valószínűleg ez már nincs a filmben, de hát ugye így kell legyen, baszki, happy end visszasegíti a, a való világban, meg a, a, szociális életben, meg a társadalomhoz, meg ehhez az egészhez, és akkor ugye az egyiknek a, a nagy, nagyobb fekete cica, a nagyobb felelősség, a nagyobb bizony, a másik, a kis aranyos, kis játszós cica, és akkor jaj, jó a szimbolika, és akkor még ilyen két, két random megjegyzés, hogy a, hogy ez a tömegkommunikációs eszközöket, ahogy használták, hát szerintem az zseniális volt. Autentikus. Meg autentikus, hogy hát igen, macska meg izé, és akkor elkezdenek posztolgatni róla, és akkor azon, azon az alapján lekövetik, pont nemrég beszéltünk a sima filmesben ezekről a filmekről, hogy a milyen faszán használják már itt ott a tömegkommunikációs eszközöket, meg milyen szépen a, a, a különféle ilyen technológiákat körüljárják, ugye azok pont nem ilyen, ilyen fancy... Pozitív kicsengésű fentezik voltak, hanem inkább horrorok, de mindegy. De hogy milyen szépen használják ezeket a dolgokat, és ez milyen jó. Mm. És ez igen, amit már ugye mondtam, hogy a, az egésznek a megoldása, meg a stb., az nagyon erősen függ azon, hogy, hogy a, a filmnek ez a bagatelizáló külleme, az feloldja a problémákat, és hogy minden varázslatosan megoldódik. És hogy itt nem is igazán az az üzenet, hogy hogyan kell ezeknek megoldódni, vagy hogyan kéne megoldódni, hanem ebből egy hangulat tükröződik. Tehát itt azt a hangulatot közvetítik, ahogy az ember szembenéz a problémáival, de ilyen fölényesen megoldja őket. Úgy, ahogy korábban őket oldotta meg a probléma a Sinkai Makotó korábbi filmjeiben. Na szóval mindezeket így berakva egy kapcsolat zárójel elé és mögé írva egy nyilacskát, azt tudom mondani, hogy egyébként ezek vitathatatlan érdemei ennek a filmnek, és nagyon jó, viszont és akkor most jön az, hogy lemegy a pokolba, hogy ugye ezek mind nagyon szépek és jók volnának, de szerintem megmaradnak legnagyobb részt ilyen potencia szinten. Tehát, hogy megjelenik a szimbolika, meg a lehetőség, meg ilyesmi, minden nem szállunk le a, a mélyére, akárcsak annak, hogy a, a pótanyát, vagy mondjuk a srácnak és az apjának a szerepét, hogy generációk óta csukogatják az ajtókat, és akkor abból valamit de... lehetne itt kezdeni, hát az nincs. Meg hogy a mit tudom én, ezek, tehát hogy felületes marad, a felületen maradunk igen. ebben a filmben, de ez talán pont, hogy ahhoz szolgál, meg... hogy nem nézzünk a mélyére a problémáknak. Hát hanem, igen, de... meg meg, tehát meg hogy ez szerintem nem feltétlen gond. Ja, tehát, nem hogy... mizél, tehát legyen ez jó, tehát hogy ez egy ilyen élmény, csak igen. hogy sokkal... Ez... És hogy olyan szempontból, amit ugye korábban mondtatok, tehát olyan szempontból, hogy valamilyen szinten ez előtt a korábbiaktól. Teljes mértékben, full az ellentéte, mint a, mint a korábbiak stílusában, csak a, ez, a, az a történet ugyanaz, a cselekmény az ellentéte. Igen, tehát ugyanazt a történetet látjuk, de mégis egy teljesen más eszközökkel is máshogy elmesélve. Igen, igen. Tehát, igen. hogy a, a, sarokkövek azok a helyükön maradnak. És ez is, egyébként az is milyen érdekes, hogy ugye a, korábbi filmeket, a két szereplő egymás felé mutató nagyon erős vonzalma mozgatta, és a, a világnak az a jellege, hogy ezzel szembefeszül. Viszont itt nem volt olyan erős vonzalom a két szereplő között. Tehát, hogy ők így egymás mellé sodródtak, és nem is éreztem, hogy annyira szerelmesek lennének egymásba úgy egész végig. Az biztos, Mi? hogy volt valami kis-kis csirázó, kis szikrácska, szerint is? Nem, ami? hanem tehát az volt, hogy a, az volt, hogy a lány ugye vonzónak találta a srácod, és így ennyi. Na, felül és, lett. és így ennyi, és akkor utána így, 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 tehát, így, ahogy, így, ahogy, megismerte, így nem az lett, hogy akkor, hogy úristen, hogy milyen csodálatos személyisége van a vonzó külső mellé, hanem hogy igen, ő egy átlagos rác. Igen. És egyébként ez tök jó, ez a hétköznapi tanulság, illetve hát helyesebben a, a hétköznapok mint tanulság. Valósága. Igen, igen. Úgyhogy, ja, ez lett volna a Suzume rövid élménybeszámolója, számolója. Meg, és akkor ugye mostantól elmondhatjuk, hogy a, bárki kérdezi, hogy a, lehet mondani, hogy makotos inká életművét láttam. Láttuk. Hát, valaki így megkérdezi egy év múlva, hogy amúgy vágod azt a filmet, van olyan, hogy Jorném azt ezt hallottál róla, és akkor az öreg obi mondja, hogy hát, magam se tudom, mikor hallottam utoljára ezt. Én vagyok az. Nem, amikor mondani, hogy jó, jó, gyere fiam, ülj le először, mert ez egy hosszú top lesz. Tehát, hogy... Mondjuk, hogy én, én ott voltam, Gondi. Igen, igen, igen. Három ezer évvel ott ezelőtt. Ott voltam, igen. Másfél évvel ezelőtt, amikor, amikor ebbe mutatták az első Makatos filmet a Magyar Mozikba, ott voltunk. És te teli volt a terem. És üres volt a, kicsit a terem. Kicsit kacsingatunk, hogy úgy volt. Hát nem, majd amikor majd tíz év múlva már teli teremekkel vetítik, akkor majd ott az embereknek mondom, hogy én amúgy a Suzomét is moziban néztem, ugye tudod? Tehát, hogy. Ezt a régi és a, klasszikust. Ezt igen, a klasszikust, majd igen. Majd így nosztalgiázunk róla, hogy hát igen, a Sinkai Makotónak a... Útkeresés az a, korszaka. Az útkeresés korszaka, igen. pontosan, meg az eredeti korszaka. Fú, hát a 2000-es évek igen. pentezi, valami Azt csoda az, öreg ember vagyok, tehát ez. Az underground korszak. Igen, igen. Igen, igen úgyhogy ja, úgy, Black Sheepnek ismételten köszönjük, hogy uh, megtisztelt minket jelenlétével, és beszélhettünk animékről itt a Safe, Safe Space-ben. Igen, én köszönöm a meghívást. Bocsánat, bocsánat. Közben trollkodok. A, a safe space, meg safe space, ezt elfelejtettem mondani, pedig ez nagyon fontos, ezt a rendező is mondta az interjúban, hogy hát, hogy ő azért választotta a széket szimbólumnak, mert hogy ő úgy gondolja, neki van egy ilyen élmény, és neki is csinálta azt hiszem, az apukája egy ilyen széket kiskorában, és hogy neki ez az élmény a székkel, hogy az egy ilyen biztos pont a, a világban, ami az ővé, ahova leülhet, és ezért a szék az egy szép space. Ténylegesen. Ja. Tehát ez, ez hozzá Én Próbálok. A... univerzumban megtörtént a szingularitás. Igen, összekapcsolódik, wow. nem, nem csak a földön is, hanem a szék is lát. Ez így... Mondjuk yeah. ez nem lett meg, hogy a <laughs> Makotos inkább még egy dolgot elővett a gyerekkorából, mert szerintem. Igen, a, igen, igen Az összes ásatöntérés az, az, összes az a... valami gyerekkori traumára vezető, hogy visszaná. A... Áttekintette életéből a nevetséges szerelmeket, most <laughs> elővette a széket, mert így nem maradt több. <laughs> Amúgy lehet, hogy az lesz majd a következő, hogy majd ilyen félből családot csinál, csak saját magával. Jó, azt van. adnám egyébként, Beír Bevenne az... a kortrendbe is, úgyhogy. Egyébként én teljesen én ez a nasztalgia. Nagyon, izé. nagyon szívesen megnézném, ahogy a fiatal makotó, rajzolt makotó sinkály áll a vasútállomáson. És, és várja a, barát. a szívét, igen. <gül> <gül> nagyon szeretné. Közben ott a mezőn a kis kabócák énekelnek, kilőnek egy rakétát, és Nézi, tök jó lenne szép. ezt így megnézni. Igen, és tudod, az mint az izében, mint, tényleg, mint a félből menny családban, csak itt úgy lenne, hogy minden egyes, hogy párhuzamosan lenne vágva, a felnőtt és a fiatal makotó, és mindig, amikor a múltban megtörténik egy ilyen szerelmi a jelenben elkezd egy filmet rendezni. Hmm. Hmm. Én azt szeretném, hogy a, hogy a jelenben ott, ö, ott még mondjuk tanár legyen, és akkor lenne egy diák mellékszál egy, egy diákkal, aki szintén szerelmes egy diák lányba, és ott valami fantasy story -szál is lehetne. A a mondjuk, mondjuk Garden A Garden of fantasy verziója. Igen, mondjuk a csaj, az lehetne ilyen elérhetetlen távolságba. Szerintem az tök jó lenne. Igen, és tök jó Erhetetli becsatlakozhatna lenne. a Sinkai Makotóhoz, és akkor még az is benn lenne, hogy a, a Fantasztikumba, ő úgy szerepel, ahogy máskor más szereplők tűnnek fel az ő filmjeiben, tehát mondjuk a főszereplők, csak akkor az életének egy mellékszereplője, na szóval ez igen. most az lenne, mint a Boyza Fredbe, hogy ugye, hogy ott is az volt, hogy a szereplőnek nem lehet testi kapcsolata másokkal, és az lenne a alkotós Igen, és ez lenne a... most már meg kell nézned azt a filmet. Igen, az lenne az trauma. Megfogom, de nekem nekem egy három órás Ari Aster film az ilyen retfeleg a köbön. Mert ez nem. Ezt meg a... ez nézeti magát, tehát ez... Meg az, amúgy, amúgy fél, ez ennél jobb ajánló levél, hogy az első fél órája engem tökre emlékeztetett a paprikának az álom jeleneteire. Igen, oh. igen, pont ez Élőszereplős olyan. verzióban, igen, ez pont adán, miért jöttél, azt beszéltél. De, de még miért nem ezzel kezdted el? Csak rémálom ez... az elmúlt Igen, szában. de hogy igen, tehát egy, egy ilyen rémálom élőszereplőssel, mint a paprikával. Uh -huh. Wow. Még amúgy és ugyanúgy van amúgy ilyen, a van ilyen nyomuló, nyomuló tömeg, meg tehát így tökre ilyen az a vibe volt. Cirkusz. <laughs> Maximus. É. Ja. Jó. Meg fogom nézni, biztos. Csak nem tudom, hogy mikor yeah. és hogyan. Nem mindegy, úgyhogy... Úgyhogy hogy úgyhogy ez most a, a közelmúltban az a film volt ránk hatással. Uh -huh. Amiről majd egy távoli, még, majd még odébb van sima filmesből fogunk majd beszélni. Promised Place. Place. Yes. <laughs> Nem csináltok róla ilyen, meg a kibeszélőt, a három órás filmre egy hat órás előre. az, az elemzés simán. az akkor csinálok, amikor már egy, egy filmről, hogyha már ö, többször meg tudjátok nézni. Ö, nem feltétlen, mert a Babylonról például beszéltünk, úgyhogy csak moziba. Megnéztük azt, hogy értük, csak hogy moziba. még egy Babylon kibeszélő, mert, mert az én még mindig, tehát hogy én arról tíz órás kibeszélőt akarok csinálni a Babylonról, úgyhogy. Nem, <gál>: hogy aktuális filmekről is, sima filmek is adásokban csak így beszélünk, hogy akkor, oké, megnéztük ezt is, mm. ilyen volt, jó volt, és akkor majd, ha van lecsengése már, akkor, akkor, akkor úgy elővesszük, hogy akkor elemzés. Ja, értem. Meg ugye az, hogy még van olyan mennyiségű klasszikus film és filmszéria, amit ugye át ott áll még, hogy végig menjünk rajta a részletességgel, hogy most nem feltétlenül új Ari Eszter agymenés élvez prioritást ilyen téren, hanem értem. mondjuk az, hogy most befejezzük az összes fűrészhilmet. Ó, igen, azt csináljátok, az, az nagyon jó. És az úgy lesz, ugye, hogy most minden havi egy tempóval, és hogy mm. a szeptemberben lesz a. a premiér éreggel, és októberben meg a. Igen, a, igen. igen. fűrész X. És most jön a fűrész 5, én azt nagyon várom. Én is várom itt. Kedvenc epizódom. Rakás szar. Úgyhogy azt Most nem mondom, most eddig tök pozitív van. Mert én a, én a legtöbbet, a elsőn kívül, meg a Jigson meg a Spirálon kívül, a legtöbbet én most láttam először. Uh -huh. És eddig nekem nekem nagyon pozitív, és a negyedik is azt mondták, hogy szar lesz, és az, az se volt szar. Meg is lepődtem egyébként, hogy nektek hogy, hogy mennyire sok jót tudtatok mondani a negyedikről. Én arra már úgy emlékszem, bár én ezt a premierjekor láttam, mm. és kb. azóta se. És Én az, arra hogy... már úgy emlékszem, hogy az már egy hulladék volt, és akkor az öt volt az az igazi trágyalé. Igen, mert egyébként az öt, pont hat... az, ja. Ugye a utolsó adásban a negyediknél pont ezt beszéltük, hogy igazából egy ilyen, majd ki akarom vágni, és így külön föltölteni, ahol így megbeszéljük, hogy miért Tehát miért nem szolgált rá szerintünk semmilyen szinten ez az egész széria erre a rossz megítélésre, amit így kapott, és hogy sokkal több van benne, amit így Mm -hmm. Egybe hozzátesznek, és a másik, hogy szerintem nekem az sokat hozzáad az, hogy ezt most ugye egybe látom az egész szériát. Igen, egyébként ezen én is gondolkodtam már, hogy lehet, hogy egyszer el kéne. Mert hogy egy ilyen fűrészt így önmagában elődöm. leraknak elém, és így, he? de így ez így, így is az egész része, így így, így sokkal fogyaszthatok. Mm -hmm. Ezen én is gondolkodtam már, hogy, hogy azt, azt kéne csinálni, mert a négyet is, amikor láttam, akkor előtte ugye volt a harmadik, én már a harmadikat is utáltam egyébként, és azt se néztem újra a négy előtt, tehát azt is úgy volt, hogy ugye évente jött egy rész, azt én Igen. évente megnéztem, és mentem tovább. És lehet, hogy ez nem az ideális, hanem pont az, amit uh, ti csináltok, hogy így jobb, és tehát, hogy jobban megnézitek, jobban friss, havonta Igen. néztek egyet, az valószínűleg egy jobb befogadása ennek a sorozatnak legalábbis az első pár résznek. Meg most amúgy így Ugye De az ötödik a... az akkor is egy szakálja. Az nagyon rossz, tehát, hogy Az nincsen. a második után. Az a legszarabb, de majd jól kifejtjük. Egy, én kitűztem, hogy, a, hogy a, én, én, most én megmentem a fűrész szériát, tehát, hogy az uh -huh. a, amennyire nem, lehet. eddig, eddig egyébként szerintem tök jók. Én kedvet is kaptam hozzá, hogy megnézzem őket, azt nem mondom, hogy meg is Kira fogom. Mert, mert az, hogy mert... amúgy, én is hogy ezt ilyen hallgatóknak is így szerintem már ajánlottam, meg most így még egyszer, hogy, tehát, hogy ezt, ugye, az, amióta csináljuk ezt a széria elemzést, én ezt rohadtul élvezem, hogy ezt tényleg, hogy filmszériákat így egy, ilyen egy egybe végignézni, tehát ez nagyon nagy élmény volt eddig mindennél. Mm. Most, jó, most egy gyűrűkület nem kell nagyon ecsetelni, de hogy most igazán most fűrész nézzünk és az is kurva jó, hogy egybe, ugyanúgy, mint az el, előtt az Indiana Jones, vagy akármelyiknél. Meg a Jurassic filmek, te, Jurassic nekem az Park volt az part, igazi. Tehát igen, a Jurassic Park, Jurassic World, <laughs> egyben gyűvűen, tehát az is igen, az. De azt is hallgattam, igen, az is jó volt. Na, és ez, 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 itt, itt most igen, és szerintünk is úgy vagy a hallgatói visszajelzések alapján is, meg most Blacksheepnek is köszönjük, de hogy, hogy itt valamire rátapintottunk, amit mi is nagyon élvezünk, és mások is, úgyhogy ez itt tök jó. Ö, ja, és akkor emellett még ugye Black a kritikáját olvassátok el a Vox Mozi magazinban. És ne legyetek nagyon kegyetlenek, mert egyébként most, ahogy beszélgettünk, így rájöttem, hogy egy csomó mindent sokkal jobban meg tudtam volna fogalmazni, mint ahogy leírtam. Úgyhogy... Na hát a legközelebb, báncsot... ha meg csak... kritikát írni, akkor szólsz nekem, hogy gyorsan előtt beszéljünk a filmről. <gül> ja. <gül> és, mi, és, akkor mi, mi, promózzuk az izét, hatalmas, mi promózzuk a voxot, Esetleg, nem? <laughs> esetleg, esetleg meg is írhatnátok, és én meg beküldeném, mit szóltok hozzá. Ámen. Sima. Kaptok... Csak nem futatják át egy plágium olvason. <gül> <gül> meg meg hogy tudod, tehát, hogy <gül> mire. <gül> És így mondja, hogy á, biztos nem ő gondolta. Tehát így. van. Ez nem rá <gül> <gül> ja, És akkor a... majd a pozitív kritikát a retrospektíver a fűrész ötről beküldöd, és így. <gül> <gül> <Uff>. <gül> az kicsit sem lesz gyanús. Nem baj. Egyébként a, ha ilyen ö, írásokat ajánlatos rész van, akkor lehet, hogy egy kis promót magamnak is itt az adás végén, de lehasítanék ebből a játékidőből, hogy a, ezt már valam, mondtam valamikor az egyik madás végén, de most itt meg megint beszúrom, hogy írtam egy tanulmányt, és ha valakit esetleg érdekel, akkor a Metropolis nevű filmelmélet, filmtörténet folyóiratnak a most május elején megjelenő 2022 per 4-es számában lesz enyedi 10 egy tizen pár oldalas íráson, más egyéb jó írásokkal társulva a, a, a szerintem a leg hát az ilyen egyik legnagyobb kortárs magyar rendező, akinek az életművét nem nagyon dolgozták fel, úgyhogy most erről így van egy ilyen kis felforgás, úgyhogy én Ezt is, is elküldöm a, majd elküldöm a szorternek, mert ő nagy rajongója Enyedi Ildikónak. Helyes, helyes, jöhet, a... hogy, Lehet, hogy, hogy tetszeni fog neki. Ja, és akkor a következő... Elemzés incoming? Simán. És akkor a következő lesz a Tokióban történő váratlan, hirtelen találkozások és ebből szövődő szerelmek a vasútállomásokon, vagy az még várat magára? <laughs> Oda-vissza -oda is mehet egyébként, is belegondolva, tehát a ráhatás. Igen. Ennek a hatása a fűrész <gül> ötre. <gül> és, és azon keresztül a, és a Babilon, tehát hogy végül mint, tarbéla, és tehát hogy... A, a Babilon és Tarbél a Igen, úgyhogy köszönjük akkor még egyszer mindenkinek, aki végighallgatott minket, ugye ezt meg tudjátok tenni a Youtube-on, és akár melyik podcast alkalmazáson, nézzétek meg a Babilont, igen. Közösségi Cuzumét. <laughs> <Közösségi> moziban. <VDR, gül> közösségi VDR Facebookon és Twitteren tudtok követni e-mailben filmnézőpodcast.gmail.com-on tudtok elérni minket, vagy YouTube kommentekbe, és ugye van egy közösségi Discord szerverünk a leírásban, ott a link, ahol tudtok ott csatlakozni, és tudtok velünk ott bármiről beszélgetni. Úgyhogy ja, köszönjük szépen a részvételt, itt vagy Black Sheep. Sziasztok! Örter, Gergő. Sziasztok. <gül> Sziasztok. <gül> És én <se> lehet. Sziasztok. <laughs>